Köszöntünk mindenkit a vitaesten. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a jelenlétetekkel ilyen esti órában. Először szeretnék bemutatkozni, én fogom a vitát moderálni, csak nagyon röviden Márkus Tamás Andrásnak hívnak. 1984-ben születtem, a református teológián végeztem a hittudományi karon, református lelkész vagyok én is, és ennek a gyülekezetnek, az itt helyet foglaló Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora. Szeretném ismertetni az eseményt. Ma a keresztények, a Melegekért Mozgalom és a Post-Tenebrás Lux Calvinista Apologetikai Társaság közös szervezésében egy moderált teológiai vitaest alkalmával vizsgálja és vitatja meg Nagy Gergely református teológus és Barta István evangélikus teológus, hogyan viszonyulhatunk homoszexuálisként a kereszténységhez, és vagy keresztényként a homoszexualitáshoz. Először szeretném ismertetni a vitázó feleket, életútjukat, személyüket. Barta István, tőlem távolabb, 1963-ban született Miskolcon, pedagógus családban, előfelvétel és katonai szolgálat után alig, hogy megkezdte, tanulmányit félbe is hagyta, a műszaki főiskolán és fényképész szakmát tanult. Ez idő alatt került kapcsolatba keresztény fiatalokkal, és 1984-ben megkezdte tanulmányait az Evangélikus Teológiai Akadémián, ma Evangélikus Hittudományi Egyetem, amelyet több megszakítás után 1992-ben fejezett be. Celldömölk, Mezőlak és Nyíregyháza után 2001 óta szolgál Balassagyarmaton lelkészként, 2004-ben a Debreceni Egyetemen szerzett filozófus oklevelet, napokban jelent meg az Orpheus kiadónál Homo Logiae című kötete, mely filozófiai és teológiai irányultságú tárgyú párbeszédeket tartalmaz olvasmányos és irodalmi formában. Szeretném bemutatni a másik vitázó felet, hozzám közelebb, 1987-ben született Nagy Gergely Sátoraljaújhelyen, teológiai tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte el 2015-ben, ugyanebben az évben pedig református lelkészé szentelték, a Post-Tenebrás Lux Calvinista Apologetikai Társaság alapítója, rendszeresen publikál írásokat a calvinistaapologetika.hu oldalon, több moderált hitvitát folytatott már olyan témákban, mint a kegyelmi ajándékok, vagy a római katolicizmus kérdései, 2015-től a Zuglói Református Egyházközség tagja, itt végez hitoktatói és helyettes lelkipásztori szolgálatokat. Köszöntjük őket is. Szeretném ismertetni a vitaes szabályait. Kiemelten szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy szigorúan tilos bármilyen hang vagy képfelvételt, illetve fényképet rögzíteni a hivatalosan felkért személyeken kívül. Tilos tapsolni, tetszést, nem tetszést nyilvánítani a beszédek alatt. Ennek van oka, nem az örömöt akarjuk megakadályozni, vagy a jókedvet, hanem tényleg nagyon zavaró ez így közben. Tapsolásra egyedül a beszédek végén van lehetőség. És a vitaest menetét szeretném percre pontosan ismertetni. A nyitó beszédek 25-25 percet vesznek majd igénybe, utána reflexiók következnek a nyitó beszédekre az egyes vitázó felek között 10-10 percben, utána lesz egy 10 perces szünet, lehet a kiadványokat vásárolni, egy kis frissítőt inni, utána következnek a keresztkérdések, ez is a vitázó felek között zajlik majd 12-12 percben, és utána következnek a záróbeszédek 10-10 percben. És csak ezután, a záróbeszédek után lesz lehetősége a feleknek a közönség kérdéseit megválaszolni. Ennek van egy konkrét menete. A kihelyezett papírlapokra a szünet során kérdéseket lehet felírni, melyeket a moderátor, tehát én fogok felolvasni a vitázó feleknek, azokkal a kérdésekkel együtt, melyeket előzetesen küldtek el elektronikus úton. Felhívjuk mindenki figyelmét, erre még egyszer szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a szünetben, illetve az esemény után a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány és a Keresztények a Melegekért Mozgalom kiadványait meg lehet vásárolni. Kiemelnénk azt is, hogy a vitaest ugyan ingyenes,
de kérünk mindenkit, hogy adományával támogassa a további estek szervezését, főleg ha tetszik nektek. Az adományokat a kiáratnál, ott a két ajtó között elhelyezett, középen elhelyezett persejbe lehet elhelyezni. Most pedig szeretném felkérni Barta Istvánt, evangélikus teológust és lelkipásztort, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Tisztelt érdeklődők, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, meg megtiszteltetés számomra, és a szervezőknek is köszönöm, külön Gergőnek, hogy ő ugye a vitapartnerként is azért ebből is kivette a részét, a Balassagyarmatról én nem nagyon tudtam ebben részt venni. Néhány telefonbeszélgetést folytattunk, és akkor említettem neki, lehet, hogy két asztalon fogunk pingpongozni, de hát ez nem olyan nagyon nagy baj, sőt, még azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy az általam elmondottakat némelyek úgy fogják majd hallgatni, mintha ezek ilyen már könyökükön kijövő és kicsit szánalmas és unalmas érzelmekre hatni próbáló nem annyira teológiai érvek, de hát ez egy vitaest, úgyhogy különbözőképpen fogjuk megközelíteni ezt a kérdést. Az első, amivel szeretném kezdeni, hogy hát ugye heteroszexuális vagyok, idétlen szóvic, idegen hagy a meleg téma, bocsánat, hogy ezt nem tudtam kihagyni. Nagyon nagy régtől fogva, fiatal koromtól fogva igazából nem tudtam ezzel az egészen mit kezdeni. Természetesen annak ellenére, hogy nem találkoztam tudottan meleg emberrel, azért ugye olyan volt, hogy mikor néztük a tévét, és akkor ugye a szüleim ott suttogtak, hogy hát mondta Lindre, a Mensáros, meg a Gobbi Hilda, és akkor mondták ezeket a dolgokat, hogy hát, és én nem tudtam, hogy az a szó mit jelent, hogy homokos, de hát akkor ezzel a szóval fejezték ki, és hát igazából én néztem ezeket a filmeket, amiben ők szerepeltek, meg hallgattam a zenét, amit a Ferencsik vezényelt, és hát nem volt vele semmi különösebb problémám. Van egy nagyon aranyos kis történet, ami eszembe jutott, egyik ismerősöm nagyon szerette Elton John zenéjét, és úgy látszik, nem nagyon figyelte a bulvár sajtót, mert nem szerzett tudomást arról, hogy Elton John meleg. És amikor ugye címlapra került azzal, amikor a Angliában lehetőség volt a házasság kötésre, akkor azt mondta, na ő többet nem hallgat Elton John-t. És aztán amikor kiderült, hogy annyira nem figyelte a bulvár sajtót, hogy Freddie Mercuryról sem tudta, és azt mondta, hogy na azért a Queenről már nem mondok le. Tehát ez egy érdekes. De én nem találkoztam, 54 éves vagyok, 55. éves, hogy nem találkoztam meleg emberrel. Fél évszázadon keresztül. Legalábbis akiről lehetett volna tudni. Viszont olvastam, hallottam személyekről. Ugye Oscar Wilde munkásságát jól ismerjük, és hát a Boldog Herceget még ugye fiatal koromban én kis katolikus közösségben nem keresztelkedtem meg, hanem akkor kezdtem el a keresztény életemet. És több keresztény csoportban földolgozták például a Boldog Herceget, megzenésítették, előadták. Akkor mondjuk a 20. század történelmének egy fura tragédiája, Alan Turing kódfejtő, akiről ugye tudjuk, hogy milyen jelentős szerepet játszott az ő tudományos munkássága a II. Világháború befejezésében, és aztán 40 pár évesen öngyilkosságba hajszolták. Amikor aztán filozófia tanulmányokat kezdtem, akkor megdöbbentem, hogy Platón lakomájában nem jófenekű lányokról beszélgetnek a filozófusok, hanem pejhedző álló ifjakról. Aztán ugye tudtunk Szaffóról, Lesbos szigetén, de hogy még Tormai Cecil is, ez engem is meglepett. De még mindig nem ismertem személyesen olyan embert, akiről lehet tudni, hogy homoszexuális. Most ezt a szót használom direkt. Nem ismertem olyan embert. Mondjuk Oli úr személyében Bajor Imre megtestesítette remek színészi munkájával az összes népies sztereotípiát, de ezen kívül személyesen, testközelből nem ismertem olyan embert, akiről lehetett volna tudni, hogy meleg. Pedig nagyon régen már foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mondjuk a filmművészetben, hát ugye Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe parádés szereposztásával a Van, aki forrón szereti című film, az ugye már az 50-es években készült. És ezt aztán többször is földolgozták színpadon is, most legutóbb Alföldi Róbert a Madárfészek címen. Tehát jelen van a köztudatban ez a téma, hogy létezik ilyen, hogy meleg emberek. Van, aki azt mondaná erre, hogy nyilván a nemzetközi meleg lobby érte el azt, hogy majdnem minden sorozatban legyen legalább egy meleg szereplő, vagy egy meleg pár. Hát ugye itt azért szoktuk néha nézni a Rémodern családot, vagy esetleg a Barney Stinson, a nőcsábászt alakító színész Neil Patrick Harris, aki civilben meg meleg.
És kedvenc filmem az Amerikai szépség, ugye részben erről szól, hogy a melegségét önmagának bevallani nem merő nyugalmazott katonatiszt túlhajtott homofóbiával és családja terrorizálásával kompenzál. De hogy pont Kevin Spacey-ről derül ki most, hogy fiúkat molesztált, ez elég rosszul esett, megmondom őszintén, utólag pedig ezt a filmet nagyon szerettem most is. De nem találkoztam meleg emberrel, nem. Akkor hogyan tematizálódott számomra ez a téma? Úgyhogy így fiatal lelkész koromban kollégáim beszéltek róla, hogy te tudod azt, hogy Amerikában már engedik, meg nem tudom, meg ott már vannak ilyen gyülekezetek, és hogy ez milyen veszélyes, meg mi lesz akkor, hogyha nálunk is majd már mindent megengedünk, ez nem lehet így. És akkor hát így lelkészvizsgálat dolgozatomat pont a házasságról kellett írnom, és hát nyilván szépen is felmondtam a leckét, leírtam, hogy a házasság az egy férfi és egy nő, egy egész életre szóló szövetsége. Vagyis nem, nincs válás, és nincs azonos neműek közötti kapcsolat. Szépen ezt én leírtam ebben a dolgozatban, ötöst kaptam rá, szép lábjegyzetek voltak benne, azt mondták a bírálók, hogy az egyetlen értékelhető dolgozat volt az összes közül. Rendben is van, és ezt ma is vállalom. De amikor beszélgettem kollégákkal is, akkor jöttek elő azzal, hogy de hát azért mi van ezzel a homoszexualitással, akkor azt mondtam, hogy én nem hiszem, hogy bárki egy poénból vagy hobbiból vonzódna a saját neméhez. Most gondolj csak magadra. Én elképzeltem. Nekem ez nem menne. Tehát, hogyha valaki a férfiként egy férfihez vonzódik, vagy nőként nőhöz, akkor ezt ő nem divatból, nem hóbarból, nem mások bosszantása érdekében teszi, hanem mert így született. És azt mondom, hogy jó, akkor tételezzük fel, hogy te azt mondod, hogy ez démoni megszállottság. Hát akkor kérlek, kézzel a tétellel, üsz ki belőle, persze, hogy ő is így gondolja. Vagy ha betegség, akkor gyógyíts meg kézzel a tétellel, ha ő is szeretné. De Jézusi gyógyításokat látjuk, hogy általában ott azért ő utána szaladgáltak. Férfias asszony ment a tömegben, tolakodott, megérintse őt, valaki kiabált utána, tehát általában háztetőt bontottak azért, hogy leengedjék a bénát, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, tehát nem Jézus ment oda, hogy na, öcsém, nekem te nem tetszel, meg fognak gyógyítani, hanem Jézushoz mentek az emberek a bajaikkal. Tehát én azt mondom, nem vagyok meleg, nekem ez nem probléma. Ha egy meleg ember ezt problémának érzi, azt döntse el ő, és akkor utána, ha ő azt mondja, hogy figyelj, én nem érzem volna magad melegként, akkor próbáljunk meg valamit tenni az ügy érdekében, de nem találkoztam ilyennel. Egyetlen egyszer sem pedig, én egy köztudomású liberális felfogású lelkész vagyok, és 25 éve dolgozom lelkészként, falutól, kisvároson keresztül, megyeszékei, nagyon sok helyen. És egyetlen ember nem jött oda hozzám azzal, hogy figyelj, meleg vagyok, lehetek-e én attól keresztény, vehetek-e úrvacsorát, mi a véleményed neked erről? Ha nem találkoztam személyesen meleg emberrel, ez tulajdonképpen egy hipotetikus kérdés volt számomra, mert körülbelül olyan, mint amikor azt mondom, hogy a Nílusban vannak krokodilok, tehát nem jártam Egyiptomban, és krokodilt is csak állatkertben láttam, sőt, lehet, hogy az is aligátor volt. Tehát én ezt a témát még mindig nem ismerem közvetlen közelről, csak azt tudom, hogy valakik erről azt mondják, hogy ez valami csúnya dolog, ez valami baj, ez valami veszély, ezzel foglalkoznunk kell. Egyetlen egyszer megtörtént viszont azt tényleg, hogy egy hittanosom mesélte el nekem, hogy az egyik szülője, könnyek között is elég sok szenvedés után vallotta be családjának, hogy szerelmes lett egy vele azonos nemű fiatalba. És eléggé szenvedett. És nagyon érdekes volt ez a kamasz gyerek, semmiféle megvetést vagy ilyen utálatot nem közvetített, hanem teljes megértéssel beszélt arról, hogy az ő szülője szembesült ezzel a ténnyel. És nem éreztem a szavaiban azt, hogy valamiféle megvetés lenne. Aztán egy másik téma, hogy sok-sok évvel később szereztem tudomást arról, hogy valamikor tanítottam főiskolán is, a főiskolai tanítványai között is voltak melegek, és nem tudtam, hogy ki az. És nem tudtam, hogy van. Senki nem hozta szóba. És utólag tudtam meg. Akkor erről velem soha senki nem beszélt, és gondolkoztam rá, hogy vajon miért. De jó, nézzük a Bibliát. Ugye, hát elsősorban Szodoma és Gomora történetét szokták fölhozni ezzel kapcsolatban. Most nemrég éppen néztem is egy ilyen
Murdoch nyomozó epizódot, amiben arról volt szó, hogy a melegek abban a városban ilyen teniszklubként működnek, és akkor hát ugye szodomiták, le kell őket leplezni, és akkor persze gyilkosságok történtek, ezek az emberek hát ilyen névházasságot kötöttek nőkkel, és próbáltak valamilyen módon egy ilyen leplezett életet élni, aztán kiderült, a gyilkosságok általában nem a melegség van, hanem egész más, ugye ott a Murdoch nyomozó barátnője, a doktornő próbálta egy kicsit nyitogatni az ő szemét, hogy ne beszéljen arról, hogy szodómia és hogy bűn. És igen, a Bibliában nagyon sok olyan dolog van, amit már a saját rendszerén belül nem vettek komolyan. Tehát, hogyha lett is volna olyan, vagy lenne is olyan mondat a Bibliában, és akkor mondjuk ezt a Levitikusbeli mondatot, hogy ha férfi férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak, akkor meg kell halniuk, mert utálatos az Úr előtt. Ha ez egy nagyon hangsúlyos és középponti mondat lenne a Bibliában, akkor is azt látjuk, hogy egy csomó kijelentés már az Ószövetségen belül fölülírtak, átértelmeztek, újraértelmeztek. Tehát, hogyha ez tényleg a homoszexualitásról szólna úgy, mint ahogyan a mai értelemben erről beszélünk, akkor is azt látjuk, hogy egy csomó mindent már átértelmeztek. Most nem csak a disznóhús evésről, meg a vér evésről, ma is vannak olyan gyülekezetek, hogy erről mi mindig zatkoznak. Ezt láttam egy ilyen listát a parizerekről, hogy melyiket szabad megenni, melyiket nem, melyikben van vér, melyikben nincsen vér a készítésekor, mert hogy ez is benne van a Bibliában. Meg egy csomó minden más. Például, hogyha két férfi összeverekszik, és akkor egyiknek a felesége meg akarja védeni a férjét azon az áron, hogy a másiknak megragadja ott, ahol a legkellemetlenebb számára, akkor le kell vágni az asszonynak a kezét, irgalom nélkül, méghozzá ez is ott szerepel. Nagyon szép könyv ez a Biblia egyébként, tényleg. Tehát sok olyan dolog van benne, amit érdemes megfontolni és örökérvényűvé emelni. Tehát én nem a Biblián kívánok gondolkodni, csak azt szerettem volna mondani, hogy nagyon sok műfajú könyv. Nagyon sok minden szerepel benne, ki lehet emelni belőle mondatokat, meg ugyanannak az ellenkezőjét is. Ószövetségből, Újszövetségből egyaránt. És ha például a megégetésről, a megkövezésről, vagy a rabszolga fülének puszta szeretetből való árral átszúrásáról és ajtófélfához szögeléséről van szó, sok mindent lehetne még említeni. De például, ha van két nagyon fontos dolog, a szombat és a körülmetélés. Ezek olyan sarkalatos tanítások a Szentírásban, és olyan megdönthetetlennek tűnő hagyományok, amikről az ember azt gondolna, hogy ez soha nem. Pál apostol személyesen metéli körül egyik pogány kedves tanítványát, Timóteust. Nem minden homoerotikus felhang nélkül lehet ebben, hogy vizuálisan belegondolunk, egy két felnőtt férfi között egy ilyen aktus végbe megy. Miközben Pál azt tanítja, hogy a körülmetélés nem fontos, mert már Krisztus betöltötte a törvényt, és aki körül akar metélkedni, vagy a pogányokat erre akar kényszeríteni, az inkább metszenít ki magát, írja a Galata levélben. Tehát többféle iskola van, még a legfontosabb és a legkarakteresebb és a legmaradandóbb teológiai tanításokkal kapcsolatban is. A szombatnappal is. Különböző rabbi iskolák különböző módon értelmezték, szörszehasonló módon. Jézus nagyon radikálisan szembe ment ezzel a szemlélettel, amikor tudatosan mindig szinte vállaltan szombaton gyógyított, ezzel szinte mintha kiprovokálta volna az ő ellenfeleinek a nem tetszését. Pál apostol is ír arról, hogy annak következménye, hogy az emberek nem ismerték föl az Istent, ugye a római levél elején, ezt ma úgy szokták említeni, hogy a design argumentum, tehát hogy a világ szépsége, rendezettsége az arra utal, hogy ezt valaki teremtette. És hogyha az emberek törvény nélkül, proféták nélkül, tanítás nélkül, Mózes nélkül, de mégis nem sejtik meg a teremtett világból a teremtő létét, akkor tulajdonképpen egy értetlen gondolkodásról tanúskodik ez, amelynek következménye, hogy felcserélték az Isten képását mindenféle földi csúszómászok és barmok képmására, tehát bálványimádást, és aztán még egymással ugye azonos neműek is fajtalankodtak. Valóban történik egy ilyen utalás, még azt is el tudom képzelni, hogy Pálnak voltak averziói fenntartásai mondjuk az aténi bölcsekkel szemben, és minden oka meg volt rá,
az Areopágoszi beszédnek a fogadtatása az nem volt túlságosan sikeres, és nem túl jó érzésekkel távozott onnan, és lehet, hogy azt gondolta, hogy hát ezek az aténiek, ezek itt fiúk fiúkkal, és közben okoskodnak, de az Istennel nem akarják felismerni, meg bálványokat imádnak, hát akkor tegyük azért hozzá ezt, hogy na, ezekkel ne. Simán el tudom képzelni, hogy Pál gondolata mögött ez húzódott meg. Ugyanakkor azért azt látjuk, hogy a Szentírásban, a Szentíráson belül, sőt már az Ószövetségen belül többféle hagyomány párhuzamosan fut egymás mellett. Hogyha csak nagyon sarkosan nézzük, akkor az egyik az, hogy van egy ilyen partikulárisabb szemléletmód, amely az elkülönülést hangsúlyozza. Ennek egészen extrém példája például az, hogy ilyen hősies és istenes cselekedetként tartották számon azt, hogy elbocsátották a nem zsidó feleségeiket és gyerekeiket. Tehát földön futóvá tették őket, és akkor most hűségesek lettünk az Úrhoz. Ezrás Nehémiás könyvének a teológiája, és ugyanakkor ott van egy másik fajta szemléletmód is, ami már Ézsaiásnál megjelenik, hogy pogányok világosságává teszlek. Tehát ez a kétféle szemlélet egyszerre van jelen. És mind a kettőt megőrizte a Szentírás számunkra. És azt látjuk, hogy a teológia történetében is, kezdve az apostoli atyákon, a skolasztikán keresztül, mind a mai napig, majdnem minden teológus szitta a filozófusokat. Hát Luthernek Arisztotelész az egy vörös posztó volt. De ugyanakkor meg az érvelésében olyan szépen ott van jelen mindaz a módszer, ahogyan azt ő hát maga is megélte, és úgy az új platonizmust, mint a preszokratikus filozófiát, például János evangéliuma kezdetben volt a logosz. Én beleborzultam, amikor először olvastam ezt a mondatot, és amikor végigolvastam a prológust. Kezdetben volt a logosz. Vagyis az a valaki, vagy az a minőség, amiből, vagy akiből minden ered. És akit már Parmenidész és Herakleitosz és más preszokratikus filozófusok is megsejtettek az archívban, és megfogalmaztak. És akkor János azt mondja, hogy igen, ő az. Róla beszélek. Fantasztikus, hogy egyszerre van jelen a szembenállás és ez a fajta nyitottság és a hasonlónak a keresése. És ez nem szinkretizmus, hanem azoknak a kulturális hasonlóságnak az észrevétele, amelyek nagyon fontosak. Alig ha tévedek, ha azt feltételezem, hogy nem készültek statisztikák arról, hogy vajon hány ember lett öngyilkos amiatt, mert nem tudta elfogadni önmagát, vagy nem tudták elfogadtatni magat, vagy tudták, hogy ha felfednék, vagy előbújnának, akkor nem fogadnák el őket. Azok az emberek, akik most fontosak nekik, és akiket szeretnek. Nem találkoztam meleg emberrel, találkoztam viszont ezzel a fajta érveléssel, hogy az egyházra milyen veszélyt jelent az, hogyha mondjuk nem küzdünk eléggé ez ellen a tendencia ellen, hogy a melegek valami módon legitimálva legyenek. És találkoztam viszont olyan emberekkel, húsvér emberekkel, köztük nagyon kultúrát tanult emberekkel is, akik csak úgy nyilván egy baráti beszélgetés közben elejtettek néha ilyen kis mondatokat, hogy ő azért úgy visszaállítaná a halálbüntetést legalább egy napra, csak azért, hogy az összes föl lehessen akasztani. És a leglájtosabb kijelentés, hogy ezt csinálják a négy fal közt, hogy a legszelidebb az, hogy nekem nincs bajom velük, csak ne kérkedjenek vele. Ne riszáljanak rózsaszín bőrtangában, Bibliával a keszükben, kamionon állva. A Pride-on sem láttam ezt. De láttam viszont kiskorú gyerekeket anyukával kivinni a Pride-ra, hogy mellettük lássák a őklüket rázó, mocskos, buzizó, fekete ruhás embereket. Tehát ezek számomra picit ellenmondásosak. És ezért kezdtem el ezzel egészen foglalkozni és gondolkozni rajta, hogy miért is foglalkozok ezzel a kérdéssel. És most szeretném rövidre zárni. Tehát ahogy kezdtem, és heteroszexuális vagyok, a melegség kérdése alapból hidegen hagy, de benne élek egy olyan társadalom, amelyikben vannak, akik baseballütőt ragadnának, ha meglátnának két férfit kézzel fogva, és még inkább
Még a leginkább nyitott gondolkodásúnak tartottak és nagyjából úgy viszonyulnak ez a kérdéshez, hogy ne kelljen már ezzel foglalkoznunk. Na én is ezt szeretném. Pontosan ezt szeretném elérni, hogy ne foglalkozzunk már ezzel. Jussunk el egyszer oda, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Hogyan? Hogy például ne rendüljenek baseballütők, és a hivatalos politikai közbeszédben ne legyen elfogadható az ezzel való ízléstelen viccelődés, mert addig muszáj beszélni róla. És nem csak beszélni róla, hanem tenni is valamit. Nem szeretek olyan társadalomban élni, ahol bárkinek szégyelnie kell magát, vagy titkolóznia kell szexuális beállítódása, vagy bármi mások miatt. Amit természetesen nem bánt mások. Mert ez viszont engem érint, és engem ez nem vagy hidegen. Ez az én problémám. Mindjárt problémája. Ha egy társadalom a közepesen is elfogadott minimum a lesajnáló megvetés, de még inkább a gyűlölet, akkor én keresztény teológusként azt érzem mandátumomnak, még ha ezzel akár évezredes hagyományokat kellene is megkérdőjeleznem, de szerintem nem kell, bár ezt megtette Jézus a szombattal, megtette Pál a körülmetéléssel, megtette az Ószövetségen belül sok valaki az korábbi hagyományokkal. Én azt gondolom, hogy ezzel nekem nem kell évezredes hagyományokat megkérdőjeleznem, meg a Biblia tekintélyét sem, de ha meg kéne, akkor is megtenném, mert teológusként azt gondolom, hogy ehhez nem szolgáltathatunk ideológiai alapot. Sőt, még a látszatát is el kell kerülni annak, hogy valaki támogatást vagy támaszt találhat az egyház tanításában a saját beszűkült gyűlöletes gondolkodására. Én azt hiszem, hogy maga a szexualitás, mint ami tabuvá vált, és nem csak a homoszexualitás, maga a szexualitás vált tabuvá, de a Szentírásban nem. Sok a kendőzetlenebből írnak ezekről a dolgokról, viszont nem gázolnak bele az intim szférába. És mégis valahogy az egyház történetben kialakult az, hogy egy férfi és egy nő este 8 és 9 között misszionális pózban, és csak ez le is kell írni, tehát másképp nem látsz. Ki szokott benézni a függönyön a másik szobájára? Nem hiszem, hogy a középkori szemlélet és gyakorlat kívánatos lenne, hogy azt állítsuk vissza, úgymond szodómiáért, vagy úgymond bujálkodásért bárkit meg kéne égetni. Míg nem kevés kolostorban titkos orgiák folytak, és csecsemők ezreit gyilkolták meg, hogy titokban tarthassák, hogy ők is olyan emberek, mint a többi. Lehet, hogy nem is voltak ugyanolyan emberek. A homoszexuális hajlam nem etikai kérdés, az én meglátásom szerint ennél fogva nem is teológiai kérdés. A szexuális szokások pedig az intim szférába tartoznak, de hogy hogyan viszonyulok az embertársamhoz, hogyan bánok vele, az vaskosan etika, és ennél fogva vaskosan teológia. És én ezt gondolom, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Köszönöm a figyelmet. Szóval én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek és érdeklődtek a téma iránt, és legfőképpen, hogy megtiszteltetek bennünket a figyelmetekkel és a jelenlétetekkel. Előjáróban szeretném elmondani, hogy ahogy Tamás bemutatott, református lelkész vagyok, és így református lelkészként felelősségem az Isten nyájának a terelése, felelősségem van Isten nyájának a terelésében, ami nem más, mint az egyház. Felelős vagyok, ahogyan Pál apostol írta Titushoz, hogy ragaszkodjak a tanítással megegyező tiszta beszédhez, azért, hogy egészséges tanítással tudjak bátorítani, és meg tudjam győzni az ellenszegülőket. És lehet, hogy bár sokan ezt a vitát, vagy ezt az estét ellenségeskedés szítónak, vagy keresztényietlennek, vagy szeretetlennek akarják majd titulálni, de szeretném, hogyha tudnátok, hogy valójában az ellenkezője igaz. Az előbb idézett tituszi levél szerint az egészséges tanítással való bátorítás és a hamisság megcáfolása vitathatatlan kötelessége minden egyes keresztény embernek, minden egyes keresztény személynek az ő szolgálatában. A keresztény lelkészeknek is tanítaniuk és cáfolniuk kell. És tudjuk azt, hogy néhány eszme rossz és káros, és ezért az egyház egészségének érdekében és Jézus Krisztus dicsősége miatt ezeket fel kell tárni. És szeretném, hogyha ma esti úgynevezett feltárás alatt
mind a ketten megpróbálnánk elkerülni a hamis vádakat, melyeket sokszor a másik félre aggatnak. Ugye mi, akik a hagyományos családmodellt tartjuk a Biblia alapján egyedül elfogadhatónak, mi például nem gondoljuk azt, hogy minden homoszexuális ember gyermekmolesztáló lenne egyben, vagy nem gondoljuk azt, hogy a homoszexualitás egy olyan bűn lenne, amire nincsen bocsánat. Sőt, épp fordítva. Szeretném, hogyha mindenki meglátná azt, hogy a homoszexualitással a Biblia alapján való egyet nem értésünk nem tesz bennünket azonnal gyűlölködővé, vagy nem tesz bennünket homofóbbá. Itt nagyon súlyos vádak hangzottak el az István nyitó beszédében. Jó magam sem vagyok homofób, és nem vagyok ítélkező, és nagyon gyakran félreértik ezeket a vádakat akkor, amikor bennünket ezekkel illetnek, ezeknek a vádaknak a jelentését. Mielőtt azonban bármi konkrétumot mondanék teológiailag, ugyanis a ma este témája az, hogy a Biblia mit mond a homoszexualitásról, és hogyan értelmezhetjük azt teológiailag megalapozottan, szeretnék néhány dolgot leszögezni. Először is heteroszexuálisként a homoszexuálisokkal szemben nem valami morális felsőbbrendűség nézőpontját képviselem ma este, hanem úgy állok itt, mint aki teljes szívéből hiszi, hogy mindannyian Jézus Krisztus és Isten kegyelmére szorulunk, és Jézus ugyanúgy ontotta a vérét a heteroszexuálisokért, mint a homoszexuálisokért. Aztán meg vagyok győződve arról, hogy a heteroszexuálisok sokszor sokkal többet tesznek a családok szétrombolásáért, gondoljunk csak a családon belüli erőszakra, vagy a hűtlenségre, mint bármelyik melegjogi aktivista. És szégyellem magam a pornográfia, a vállások és azon egyéb botrányok miatt, melyek az elmúlt években megfertőzték a heteroszexuális családokat, és akár a magyarországi református egyházat is. Tehát semmiféle önigazultság nincsen bennem, ahogy láthatjátok, semmiféle meleggyűlölet nincsen az én szívemben, sem ma este, sem máskor. És mielőtt erre a vitára készültem, rengeteg homoszexualitással foglalkozó könyvet olvastam el mindkét oldal részéről, rengeteg vitát láttam, és amit tapasztaltam az, hogy lehető legritkábban él az egyik oldal fejében az, amit a másik oldal valójában képvisel, legyen ez bármelyik oldal. Ezért kérlek titeket, hogy amennyire csak lehet, tegyétek félre a sérelmeiteket, melyeket olyan emberektől szenvedtetek el eddig, akik bántottak benneteket, bántottak titeket. Ne tegyetek egyenlőségjelet köztem és azok között, akik felelőtlenül álltak eddig ehhez a kérdéshez, ez a kérdéskörhöz. És hogyha ez így lesz, akkor nincs kétségem afelől, hogy meglátjátok majd azt, hogy amit mondok, az azért van, mert szeretem az embertársaimat és szeretem a melegeket is. Azonban ebből a szeretetből az következik, hogyha látom azt, hogy valaki Istennel, az ő akaratával szembe megy, azt figyelmeztetem. Mert a kérdés, kedves barátaim, élet és halál kérdése, és nem csak a földi élet szempontjából. Mindezek után pedig reménykedem abban, hogy mindenki nagyon oda fog figyelni arra, hogy mik hangzanak el részünkről. Úgy hiszem, hogy a ma esti kérdésünk, az este valódi kérdése, az az, hogy világosan, egyértelműen szól-e Isten hozzánk, szólt-e Isten hozzánk, mikor a Bibliát ihlette, és következetes-e a mi igen magyarázatunk. Keresztényként biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan dologban egyetértünk mi, akik itt ülünk, mint például Jézus Krisztus istensége, vagy emberi válása. Mindezeket pedig a kinyilatkoztatott ige a Biblia alapján tudjuk, hisszük és valljuk. Azonban elfogadás és hit kell ahhoz, hogy Isten kinyilatkoztatását arról, hogy a Szent Háromság második személye emberi testet vett fel és közöttünk élt, hit és elfogadás kell ahhoz, hogy ezt elhiggyük és elfogadjuk, hogy a Biblia kinyilatkoztatását igaznak tartsuk erről. Nekünk keresztényeknek ez egy csodálatos dolog, azonban tudjuk, hogy botrány a világ számára. Éppen ezért hinnünk kell és hisszük, hogy Isten világosan szólt erről. Ugyanígy keresztényként hisszük azt, hogy Isten világosan szólt Krisztus feltámadásáról. Ha nem szólt volna világosan, semmi reményünk nem lenne. És bár Isten világosan nyilatkoztatta ki igéjét ezekről a kérdésekről, vannak olyan kérdések, amikről kevésbé világosan szólt hozzánk, mint például az eszkatológia, a végidő kérdése, az, hogy hogyan és mikor jön majd vissza Jézus Krisztus közénk ítélni élőket és holtakat. És lehet, hogy ahányan itt tudunk, annyiféle nézőpontot vallunk ezzel kapcsolatban, és nincs ezzel baj. Tehát vannak központi kérdések, és vannak olyanok, amik kevésbé központi kérdések. Valamiben egyetértünk, valamiben eltérés lehet köztünk. Azonban az a kérdés, hogy hol helyezkedik el a homoszexualitás ebben a spektrumban. Meggyőződésem, hogy a homoszexualitás kérdés az evangéliumot magát érinti, és éppen ezért élet és halál kérdése. Továbbá meggyőződésem, hogy nem tudjuk világosan definiálni azt, örök érvényűen, hogy mi a bűn,
akkor szinte lehetetlen a megváltás és a megváltó szükségességét megmagyaráznunk. És hogyha a ma este témáját veszük figyelembe, akkor szintén meggyőződésem az, hogy a Biblia soha, sehol, egyetlen pozitív szóval vagy gondolattal nem tekint a homoszexualitásra vagy a homoszexuális párkapcsolatokra, nem illeti ezeket pozitívan. Azok pedig, amiért ezt nem teszi, az a nyilvánvaló, világos, pozitív kijelentés, miért Isten teremtésbeli szándékáról, a férfi és a nő teremtésére, az ő kapcsolatukról, az emberi faj fenntartásában betöltött szerepükről tesz. Az Ószövetség és az Újszövetség keletkezési idejében, bármi is hangozzon el ma este, 100%-os egyetértés volt minden egyes zsidó író részéről abban, hogy hogyan értelmezzék az ószövetségi törvényt a kérdésben. Nem volt kérdés, nem volt vitatott, hogy mit jelent a Levitikus 18 vagy a Levitikus 20, ahol azt olvassuk, hogy férfiul ne hálj úgy, ahogy asszonya a hálnak utálatosság, az így szól az Úr. És semmi jele nincs annak, hogy Jézus vagy bármely tanítványa megkérdőjelezte volna ezt a 100%-os egyetértést, mely napjaikban élt. És éppen ez az oka annak, hogy ha az Új Szövetséget olvassuk, ha elővesszük az apostolok írásait, akkor következetességet látunk ebben a kérdésben. Következetesek voltak. Ha pedig nem hisszük azt, hogy erről a témáról, ami Istenünk a Szentírásban egyértelműen és következetesen tanúskodott számunkra, mint ami örök érvényű igazság, akkor képtelenek vagyunk teljes meggyőződéssel tanúskodni a keresztény igazság mellett. Képtelenek vagyunk egyáltalán arról meggyőződni, hogy a mi hitünk igaz-e egy mormonnal vagy egy muzulmánnal szemben. Gondoljatok bele például, soha nem fogtok liberális teológusokat muszlimokkal szemben vitában látni, Jézus Krisztus istenségét védeni, mert nincsen alapjuk, nincs min állniuk, nincs egységes képük a Szentírás következetességéről. Azonban az, ami által én személy szerint igaznak tartom a hitemet Jézus Krisztussal kapcsolatban, az emberi lételével kapcsolatban, a feltámadásával kapcsolatban, akár a muzulmánokkal, akár a Jehova tanúival szemben, ugyanaz a következetes egzegézis, következetes hermeneutika, a szövegmagyarázat, miáltal biztos lehetek a hitem igazságában a Biblia alapján, ugyanaz a módszer kényszerít engem arra, hogy azt mondjam, hogy csak egyetlen következetes bizonyságtétel van a Szentírásban arról, hogy hogyan is tekint Isten a homoszexuálisokra. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy csupán néhány igeszakasz szól erről a Bibliában, vannak olyanok, akik hatot említenek, és maradjunk annál, hogy valóban hat szakaszt vizsgálunk ma este, azonban az ok, ami miatt ilyen kevés igeszakaszra van szükségünk, mely explicite elítéli, és kimondja, hogy a homoszexualitás Isten teremtett rendjével szembe megy, az a Szentírás pozitív bizonyságtétele azzal kapcsolatban, hogy micsoda Isten célja az emberi szexualitással. Jó magam, Jézusnak a Máté 19.4.6-ban elhangzó szavaira, Jézus szavaira tekintélyként, ahol azt mondja akkor, amikor a farizeusok a vállásról kérdezik. Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát Isten egybe kötött, az ember el ne válassza. Mind ismerjük ezeket az igéket, és Jézus maga adja meg azt a narratívát, a teremtettség narratívájának az értelmezését, Isten eredeti teremtettségi célját adja elénk. Kezdettől fogva férfivá és nővé teremtett bennünket Isten. A családot Jézus Krisztus úgy definiálja, mint apa és anya kapcsolata, amiből gyermek származik, és a fiú gyermek felnőve feleséget vesz magának, mondja Jézus. És ez az intim egység mindig férfi és nő között van a Szentírásban, soha nem férfi-férfi és nő között. És férfi és nő szövetség, egyesülése a házasságban még nagyon fontos. Isten által rendelt egyesülés, legalábbis Jézus szavai szerint, amikor kijelenti, amit tehát Isten egybekötött. Éppen ezért az embernek nincs meg a hatalma, hogy önmagától legitimáljon egy ilyen kapcsolatot. Így minden azonos nemű házasság, azonos nemű egyesülés természetellenes és az isteni jóváhagyás és elfogadás hiányával küzd. Jézus szavait kell mérvadónak tekintenünk, de mivel arról vitázunk, hogy mit mond a Biblia ebben a kérdésben, nézzük meg, hogy az Új Szövetség többi szakasza hogyan szól erről, és ne feledjük el, Pál apostol azt mondta, hogy az írás, a Szentírás Isten szájából kilehelt. Theanistos, Isten által ihletett, Isten beszéde. Jézus Krisztus azt mondja az írásról, hogy Isten saját szava. Nem hallottátok, nem olvastátok, hogy mit mondott Isten nektek?
mondja Jézus a farizeusoknak. Így figyeljünk arra, hogy mit ír a Szentírás. A római levél első fejezetében ezt olvassuk, Pál ezt írja. Ezért tehát kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindöröki. Amen. Ezért, diatúto, és jegyezzük meg, mert ezek a szavak nem csak úgy lebegnek a Bibliában, amiket Pál mond, hanem amiket most fog mondani, következnek azokból a tisztátalanságokból, amikről a szakasz elején szólt Pál. Azt mondja, ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy a férfiak, arszenesz is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévejgésük méltó büntetését önmagukban. Láthatjuk tehát, hogy Pál ezeket a cselekedeteket tisztátalannak és bűnnek nevezi. Azonban jegyezzünk meg néhány dolgot a Róma 1-jel kapcsolatban. Azt állítja, hogy férfiak férfiakkal követik el ezeket a szemérmetlen cselekedeteket, nem pedig kisfiúkkal, mint ahogy néhány liberális revizionista teológus állítja. Kölcsönös, viszonzott kapcsolatban levő felgerjedésről és vágyról olvasunk. Így a pederasztia, az erőszakos közösülés kizárt. A természetes érintkezés tény fizikénk részén szó használata is cáfolja, hogy Pál itt a pederasztiáról vagy kultikus közösülésről beszélne. A természetes érintkezés csak a normálisra vonatkozhat, a felnőtt heteroszexuális érintkezésre. Ráadásul a leszbikus kapcsolatot is elítéli Pál apostol, aki teljes mértékben tisztában volt azzal, amit ma is homoszexuális kapcsolatként ismerünk, a szerető, kölcsönösségen alapuló homoszexuális kapcsolattal. Végül azonban az 1 Korintus 6-ot szeretném, hogyha megvizsgálnánk, mely a Szentírás egy olyan kiemelkedő és annyira fontos szakasza ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy szeretném, hogyha ma este leginkább erre fókuszálnánk, erre figyelnék, és imádkozom ma este azért, hogy István és minden egyes jelenlevő, aki itt van és érintett, ugyanúgy megbizonyosodjon róla, mint amilyen én biztos vagyok abban, hogy ez a szakasz az evangéliumról szól. Nem hiszem, hogy bármilyen erkölcsi piedesztára emelhetném magam, vagy valamilyen felsőbb rendűnek érezhetném magam, jobb lennék, mint bárki, aki itt van, jelen van ma este. És éppen ezért nem én vagyok a fontos, hanem az evangélium. Az evangélium pedig, ahogy Pál írja, Isten ereje, amellyel minden hívőt üdvözít. És ez az egyetlen oka, hogy én is itt állok előttetek ma este. Mi az evangélium? Mit üzen azoknak, akik homoszexuálisok, akik abban a helyzetben vannak? Mi az evangélium is? Mit üzen azoknak, a heteroszexuálisoknak, akik az én helyzetemben vannak? És hogyha ma este én nem hallom az evangéliumot, ha ma este a homoszexuálisok nem hallják az evangéliumot, akkor csak pazaroljuk itt egymás idejét, és nem ér az egész este semmit. De nézzük, miről beszél Pál. Pál arról beszél a korintusi levélben, a közvetlen kontextusban, hogy nagyon nagy problémák vannak a gyülekezetben. Hívők pereskednek egymással, a belső ügyeiket a világiak elé viszik, miközben Pál azt mondja, hogy a keresztények fogják majd megítélni a világot. Majd végül felteszi a kérdést, nincs köztük talán egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni a testvérek között. És ebben a kontextusban emlékeztet őket egyetlen nagyon fontos dologra. Azt írja Pál a 9. versben, vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Úgy hangzik, mintha egyértelmű megállapítás lenne ez Pál részéről, de nem az. Mert így folytatja, ne tévelyegjetek, azaz ne vezessen meg senki benneteket, tehát fennáll ennek a veszélye. Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, és itt jön a két nagy szavunk. Hiszen tudjuk, mit jelent a bálványimádás, tudjuk, mit jelent a paráznaság. De ezek után jön két szó, hute malakoi, hute arsenokoitai. És például az ESV angol fordítás egyetlen szóval adja vissza ezt a két szót, azt írja, homoszexuálisok. Miért így fordították? Mert megértették azt, hogy a két szó az a homoszexuális aktusban részvevő aktív és passzív tagokra utal. Különösen az arsenokoitai, mert szó szerint azt jelenti, amit férfi-férfival ágyban csinál, a malakoi pedig a nőként nőiesen viselkedő férfit jelöli. Tehát Pál tovább megy, nem áll meg, és azt mondja, sem bujálkodok, malakoi,
sem homoszexuálisok, arszenopoétái, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni, nem fogják örökölni Isten országát. Feltűnően hosszú és aprólékos listát ad itt elén Pál, amit ezzel zár le. És ilyenek voltatok. Az eimége imperfektuma. Voltatok múlt időben. Ilyenek voltatok néhányan közületek, de Allá, mondja Pál, de megmosattatok, megszentelődtetek, de megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Nos, kedves barátaim, ez bizonyítja számomra azt, hogy itt Pál az evangéliumról beszél, az evangélium forog kockán ma este. Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy ilyenek voltatok, de már egy új kapcsolatotok van, de már egy új életetek van, új életet kaptatok. És ez az egyik kérdésem, amit feltennék ma este Isten felé. Hogyan értelmezi Pál szavait? Ilyenek voltatok némelyek. Ennek a fényében beszélhetünk igazán csak az arszenopoétája, a homoszexuálisok, a férfi szeplősítők szó jelentéséről is. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt 30 évben az egy tárgyban megjelent könyvek, mely ezt szó jelentését vizsgálják és megpróbálják elhomályosítani azt a jelentést, mert 2000 évig ugyanúgy hitt mindenki az egyházban. Na, ezeknek a könyveknek, írásoknak, megjelenésének nem az az oka, mert új papíruszokat vagy új kéziratokat találtak volna, amelyek árnyalják a témát. Egyetlen oka van, politikai oka. Hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy miről van itt szó. A homoszexuálisok kifejezés, melyet Pál itt használ, olyannyira világos, olyannyira tiszta, hogy a liberális teológusok részéről itt történik a legnagyobb erőfeszítés az iránt, hogy elferdítsék, vagy elhomályosítsák a szó jelentést, összezavarják az embereket. Mit is jelent ez a szó? Pál két szót idéz, két szót rak össze, két szót idéz a görög nyelvű ószövetségből, a Septuagintából, ennek a korábban említett 3 Mózes 20-13-ban találhatók, ahol a homoszexualitást ítéli el Isten törvénye. Az egyik az arszenos, ami férfit jelent, a másik pedig a koitén, amiből a koitus, a közösülés szavunk is származik. Olyan férfiről utal tehát Pál, aki úgy hál egy másik férfival, mint ahogy férfiak asszonnyal szoktak hálni, és azt írja, az ilyenek nem örökölhetik Isten országát. És hogyha figyelembe veszük a kontextust, a 3 Mózes 18-at, a 3 Mózes 20-at, ahonnan Pál eredeszteti a homoszexuális szót, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy minden korabeli zsidó úgy gondolt erre, minden korabeli keresztény is úgy gondolt erre, mint ami elítéli a homoszexuális kapcsolatot, mint ami Isten ellen való, akarat ellen való. És hogyha ugyanazt a hermeneutikai, szövegmagyarázati megközelítést használjuk, amivel Jézus feltámadását, Jézus istenségét, vagy fiúságát, a hitáltali megigazulást, vagy akár az engesztelést magyarázzuk, vagy magyarázza István teológusként, ha következetesek vagyunk önmagunkkal és a bibliai szöveggel szemben, és ugyanazzal a módszerrel vizsgáljuk az arszenopoétai szót, mint ezeket, akkor kényszerít minket a szöveg, hogy felismerjük, hogy Pál a homoszexualitásról beszél. És hogyha hogyha következetesek vagyunk, akkor egy kérdés marad csak ma este. Miért helyezi Pál ezt a témát az evangélium kontextusába, amikor ezt írja? De megmosattatok, de megszentelődtetek, hagiadzó, de megigazultatok, dikájaó. Miért húz ilyen éles határvonalat Pál apostol e között és a között, hogy olyanok voltak a korintusiak, mint amilyeneket korábban felsorolt, olyan volt az életstílusuk, olyan volt a beállítottság. És félreértés ne essék. Nem azt mondom ezzel, hogy minden korban, ha valaki megtért és igaz keresztényé vált, akkor azonnal elhagyta minden vágyát a gonosz dolgok iránt. De meggyőződésem, hogy ha valaki meleg keresztényként, vagy homoszexuális keresztényként definiálja magát, és azt mondja, hogy keresztényként ezekkel a vágyakkal él, és úgy gondolja, hogy Isten, hogy ez nem Isten célja, és nem Isten akarata ellen való. Hogyha ez így van, ha valaki így tekint magára, akkor Pál szavainak semmi értelme nem marad, semmit nem érne Pál szavai. Hogyha igaz lenne, hogy a homoszexuális párkapcsolat Isten akaratával és céljával egyező, legalábbis hogyha a monogám meleg keresztény kapcsolatról beszélünk, akkor Pál azt írta volna, hogy ilyenek vagytok néhányan. De azt mondja, ilyenek voltatok néhányan. Ahhoz, hogy nyilvánvalóan a homoszexualitást megengedők felé billenjen a kérdés ma este, magyarázatot kell adni arra, hogy miért állítja azt Pál,
ilyenek voltatok némelyek. És nem azt, hogy ilyenek vagytok némelyek. Nyilvánvaló, Pál apostol korában nem voltak a gyülekezetnek homoszexuális kapcsolatban élő tagjai. És nem lenne több értelme az általam elmondottakkal, most elmondottakkal ellentéteset állítani, és azt mondani, de lehetek igazából meleg és keresztény, vagy homoszexuális és keresztény, definiálhatom így magam. Nem lenne több értelme ezt mondani, mint elővenni ezt a listát, Pál listáját a bűnökről, és azt mondani, most tulajdonképpen lehet olyan valaki, bálványimádó keresztény, lehet valaki házasságtörő keresztény, lehet valaki parázna keresztény. És ezek az emberek, akikről Pál itt beszél, ezeknek az embereknek a természete volt ilyen korábban. Olyanok voltak, akik így éltek. Mint hogyha ma ide jönne valaki közénk, és azt mondaná, hogy ne haragudjatok, az én természetem része az, hogy bálványimádásban veszek részt. Isten teremtett engem bálványimádóvá, én így születtem. Sőt, hiszek is a szeretet parancsolatában, én szeretek mindenkit, és senkit nem bántok. És mindenkit be kell fogadnunk, mindenkit be kell fogadnunk a keresztény gyülekezetekbe, ugyanis erről van ma szó, keresztény gyülekezetek, keresztényként hogyan viszonyuljunk, nem a társadalom, keresztény gyülekezetek. És így mindenkit be kell fogadnunk, és ezért én is folytatom a bálványimádó életmódomat, mert úgy gondolom, hogy az ószövetségi tiltások idejét múltak, már nem érvényesek, azok a szavak, amik erről szólnak, csak összezavarnak, nem értem őket igazán, így nyitottnak kell lennünk. Nem kell mindenben a Bibliát követnünk, be kell fogadnunk mindenkit, így a bálványimádó keresztényeket is. Senkinek nem ártanak, mindenkit szeretnek. És kedves barátaim, hogyha az ilyen fajta gondolkozás meggyőző lehet számotokra ma este, akkor esélyem sincs annak, hogy meg fogjátok érteni, vagy megértetek engem, megértetek azt, amit én mondok. De hogyha velem együtt valljátok azt, hogy Pál apostol, akinek az írása szentírás, aki mérvadó keresztény volt, aki Jézus Krisztus apostola volt, hiteles és ihletett volt, mikor leírta ezt a szakaszt, akkor láthatjátok, hogy ez, és nem a Szodoma és Gomora, hanem ez bezár minden ajtót a ma este témájával kapcsolatban. Pál azt mondja a korintusiaknak, ilyenek voltak közületek némelyek, de... És itt a ma este kulcsüzenete. De megmosattatok. Ha a homoszexualitás nem bűn, miért kell megmosattatni? De megszentelődtetek. Ha a homoszexualitás nem szentségtelen, miért kell megszentelődni? És meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által, mondja Pál. Meg is igazultatok, és ez az, amit az evangélium tesz. Megmos, megszentel, megigazít. Ez az, amit az evangélium tesz azokkal, akik meghallják az üzenetét annak, hogy hogyan szeretné Isten, a mi Urunk, hogy mi éljünk, hogyan szeretné, ha megértenénk az evangélium üzenetét Jézus Krisztusról. És ezért vagyunk itt, kedves barátaim, hogy vizsgáljuk az evangélium üzenetét, vizsgáljuk azt, hogy mit akar nekünk Isten ma este üzenni. Ezért vagyunk itt, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmetekkel, köszönöm, hogy a helyes döntést hoztátok, és eljöttetek ide ma este, és kívánom, hogy Isten áldjon meg mindannyiunkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Gergőnek ezt az alapos exegézist, és igazából én nem kívánom cáfolni azt, amit mondott. Ha csak azt nem teszem hozzá, mondjuk azért Pál apostolnak a 13 levelén belül nagyon sokféle, ha nem is műfai, de azért fajsúlybeli különbözőség található. Tehát én megmondom őszintén, én nem tekintem az evangélium szöveg közepének ezt a szakaszt, és nem gondolom, hogy ezen fordulna meg, hogy hiszünk vagy nem hiszünk, és hogy megtisztultunk, és Krisztusé lehetünk, és vele összhangban lehet az életünk. Ő maga is időnként gondolja, ezzel kapcsolatban külön nem teszi azt a kijelentést, hogy ezt most én mondom, és nem az Úr, máskor meg hangsúlyozza, hogy ezt viszont az Úr szavával mondom. Ez például pont arra mondta, hogy azt az Úr szavával mondom nektek a tesszalonikai levélben, ami nem történt meg, hogy tudnék, az Úr még most visszajön a mi életünkben. Pedig ezt az Úr szavával mondta Pál, itt hangsúlyozta, hogy ezt most tényleg komolyan mondom. Tehát ez történetesen mai napig is várjuk az Urat vissza, 2000 évvel.
És nem akarok ironizálni Pál apostolon, mert tényleg egy nagyszerű személy, és a 13 levele az a hitünknek nagyon fontos fundamentuma. De történetesen pont ezt a szakaszt, ahol a homoszexuálisnak is fordítható kifejezést található, nem tekintem az evangélium szíve közepének. Viszont, és csak röviden szeretnék, erre most mennyi idő van? 5 perc? Nem fogom kihasználni. Eszembe jutott egy South Park epizód, amelyben az a Big Gay L, régen meg Buzi Nagy Alnak fordították, de most polkorrektebben Meleg L bácsiként szólítják őt meg. Ugye, aki látta, az annak nem kell mondani, de csak röviden elmondom a sztorit, ugye egy cserkészvezetőről van szó, akiről mindenki tudja, hogy meleg, és a gyerekeket imádják, és nagyon jó, tanít nekik, jó kirándulásokat szervez, megtanít őket tüzet rakni, tehát ahogy egy cserkészvezetőnek tenni kell, és nagyon szeretik. De valamelyik szülő kitalálja, hogy hát ez nem, nincs így rendjén, hogy egy meleg ember vezeti a gyerekeinket, az biztos molesztálni fogja őket, nem nincs ez így rendjén, tüntetnek, és akkor hát szegény Buzi Nagy Elt ugye eltávolítják a cserkészetből a gyerekek nagy szomorúságára, és a gyerekek ki akarnak állni mellette, és oda mennek hozzá, hogy hát El bácsi, hát ez nincs rendjén, hát ez nem lehet, hogy ilyen igazságtalanság történik, és azt mondja, hogy nem gyerekek. A demokrácia szabályai szóztáltatók az is, hogy egy közösség eldöntheti, hogy kiket akar a tagjai közé fogadni, és kiket nem. Ők így döntöttek. Tehát meg lehet tenni azt, hogy ezt a részt hangsúlyozzuk, és nagyon lebilincselő és gondolatgazdag exegetikai érveléssel, és én meg ezt másképp látom. Ezért is, mondjuk nem csak a felekezeti különbség, gondolom az, amit itt fennáll. Én ennyit szerettem volna reflexióként elmondani, tehát én nem szeretném cáfolni és újabb görög szavakkal alátámasztani, hogy szerintem Gergőnek nem volt igaza, mert ezt tényleg lehet így érteni, és ez egy lehetséges olvasat. Köszönöm szépen. Hát kicsit hirtelen jött, hogy megint ide ki kellett állnom, nem szedtem, nem pihentem még ki magam ott az ülőhelyemen. Én azért igyekszem egy kicsit bővebben reflektálni arra, amit István mondott, viszont lehet, hogy nem fogok tudni mindenre kitérni, de annyi érdekes dolgot felváltott, akár a nyitóbeszédében is, hogyha van olyan, amit sarkalatos pontra gondol István, vagy István, hogyha annak gondolod, akkor a kérdések közt nyugodt, és nem válaszolok rá, akkor tedd majd fel, mert mindenre van válaszom. Mert miért lenne? Ugye a nyitóbeszédében elhangzott Istvánnak a nyitóbeszédében, hogy ha pedig bűn, akkor a feloldozás az evangélium elejével, ebben a kérdésben a feloldozás egyben változást is kellene, hogy jelentsen a hívő ember életében. Hát ugye maga Pál apostol írja, hogy a korintusiaknak, hogy igen, változást jelentett az evangélium a ti életetekben, tehát kijelenthetjük, hogy ez bűn. Azt szeretném kiemelni, hogy amilyen megközelítési módot István képvisel, azt liberális, történeti kritikai vagy magas kritikai megközelítésnek nevezik a teológiában, és a ma este kérdése nem arról szól, hogy mennyire megbízható a Szentírás, vagy hogyan értelmezzük a Mózes 5 könyvét, jakvista, elohista, deuteronomista, van róla nagyon sok jó könyv. Azt kell tudni, hogy ezt a fajta megközelítést már meghaladta a teológia tudomány, és szeretném kiemelni, hogy volt néhány olyan mondata Istvánnak, amik számomra csak lógnak a levegőben, és könnyebb lenne rájuk reflektálni, hogyha egy-két dologgal alá lett volna támasztva, mint például hol vannak Pál apostol levelein belül megközelítési különbségek. Én ilyennel nem találkoztam. Az Úr visszajön, említette itt az előbb István, mint egy megpróbálva Pál apostolt hitelteleníteni, azonban szeretném azt is kiemelni, bár tényleg nem ez a ma este témája, hogy valamilyen formában egyébként visszajött már az Úr Pál apostolik idejében, ez egy teljesen más teológiai kérdés. Van rá következetes egzegézisen és hermeneutikán alapuló magyarázat. Tehát, ha bárki hazamegy és utána jár, utána néz, akkor ezekre választ fog kapni. Ezek nem kérdések, nem ellentmondások. Pál apostol leveleiben, ugye azt kérdezném Istvántól, hogy bár annyit reflektált a nyitóbeszédemre, hogy ő ezt másként látja, de miért? Tehát miért látja, hogyha elfogadja azt, hogy ez egy megközelítési mód, miért látja másként, mint én? Ugye volt itt szó
a törvényekről, ószövetségi törvényről, a szombatról. Most ugye tudni kell, hogy ha a Bibliát olvassuk, akkor a zsidókhoz írt levél egyértelművé teszi, hogy a szombat hogy teljesedett be Jézus Krisztusban. És hisszük az Úr napját, de a szombatot már miért nem kell tartanunk, az nem egy örökérvényű törvény, nem egy örökérvényű igazság volt, ez beteljesedett, ugye a vérevés, a disznóhúsevés, ez maga Jézus Krisztus oldotta fel, nem csak úgy hasraütésszerűen törölték el, vagy úgy gondolták, hogy a korszellem már erre nem érvényes. Jézus mondta, hogy nem az a tisztátalan, ami bemegy a szánkon, ő törölt el. Nagyon röviden, azt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy háromféle törvény létezik az Ószövetségben, erkölcsi törvények, ne öljön el ott, ne paráznák, hogy amik örökérvényűek, nincsenek eltörölve. Vannak polgári törvények, hogyan éljenek a zsidók Izrael államán belül, ugye az Ószövetségi törvények, miért jár halálbüntetés, miért nem jár halálbüntetés, és vannak ceremoniális törvények. Ilyen húst tegyél, úgy öltöz, ilyen ruhát vegyél fel, olyan ruhát vegyél fel. Ezeket pedig mind Jézusra mutattak előre, és az ő kereszthalálával, szintén ahogy a zsidókhoz írt levelet olvasok, eltöröltettek. Ezért kérek mindenkit, ha hazamegy, vegye elő a Szentírását, és olvassa el a zsidókhoz írt levelet, és meg fogja látni, hogy azok az emberek nem hasraütésszerűen változtatták meg az álláspontjukat. Pál a körülmetélés kapcsán apostoli zsinat határozata volt, nem kell a pogányoknak körülmetélkedni, nem kulturális kontextus. Ugye a mi körülmetélkedésünk már a szív körülmetélkedése, és a keresztség lépett ennek a helyébe. Jézus teljesen nyilvánvalóan tanított ezekről a kérdésekről, nem önkényes teologizálásról van tehát. Szó, ugye a Róma 1-jel kapcsolatban István megemlítette, hogy Pál érve mögött talán az aténi bölcsek húzódhattak meg, vagy ott lehevekhetett a fejében, és rájuk vonatkoztatva írta ezt, tehát a kontextus ezt nem igazolja. És nem is hallottunk érvet emellett. Miért? Miért gondolja ezt? Nekem semmi bajom nincs azzal, sőt, rengeteg szótár van, ami az arszenokoitész jelentését máshogy hozza, mint ahogy én értelmezem, de azt kellene megvizsgálni, hogy miért, mennyire legitim ez a megközelítés, ez a hozzáállás, miért mondják azt, amit. És igen, ugye ne feledjük a ma este kérdését, az a kérdés, hogy lehet-e valaki meleg, és keresztény, illetve mit jelent az, hogyha valaki meleg és keresztény, nem az a kérdés, hogy a társadalom, hogy tekintsen rájuk, hanem a keresztények, az egyház, a gyülekezetek. És itt szeretnék megragadni a lehetőséget, hogy felhívom a figyelmet egy vádra, egy félreértésre, melyel bennünket sújtanak, és ami az alábbiakon alapul, talán mindenki ismeri. Ugye sokan úgy gondolják, hogy Jézus a társadalomból kitaszítottak, a kirekesztettek, az elnyomottak felé fordult, például nők, a prostituáltak. És így, mivel manapság és a kereszténység első 2000 évében nem lehettek gyakorló homoszexuálisok részei az egyháznak, így elnyomták, elnyomják még ma is őket, mint ahogyan a társadalom és az egyház korában elnyomta akár a feketéket, akár a nőket, stb. Így a homoszexuálisok kirekesztése egyrészt ugyanúgy jogtalan, mint korábban a nőké és a feketéké, másrészt pedig egyfajta legitimáció ez a kirekesztettségük, mivel Jézus hozzájuk is fordulna, és feltétel nélkül befogadná őket, hiszen kirekesztettek. Mi ezzel azonban a probléma? Amellett, hogy minden kereszténynek fel kell ismerni azokat a múltban és jelenben elkövetett bűnöket, amelyeket azért tettek, azért tettünk, mert eltértünk Isten igéjétől, és így következhetett be a faji bőrszín alapján történő megkülönböztetés, vagy a nők elnyomása. Ezeket szem előtt kell tartanunk, eltértünk az igétől. Azonban látnunk kell, hogy Jézus nem fogadott be senkit, aki továbbra is súlyos bűnben élt, nem fogadott be feltétel nélkül senkit. Nem hagyta bűnében a parázna nőt, hanem kijelentette, menj el és többé ne vétkezz. Nem azt mondta az önigazú farizeusoknak, hogy tiétek is a mennyek országa, hanem bizony megfedte őket. Továbbá hamis dolog egyenlőséget tenni a kirekesztett nők, az elnyomott feketék és a homoszexuálisok között. Az, hogy az ember fekete, sárga, vagy fehér, vagy férfi, vagy nő, az a Szentírás alapján nem bűn. Helye van Isten egyházában mindegyik csoportnak, azonban a homoszexualitás bűn. Összemosni a kettőt súlyosan problémás állítás, és soha nem látunk olyat, hogy Jézus olyan csoportokat fogadott volna be úgy, ahogy vannak, akik Isten parancsa, akarata ellenére folyamatosan bűnben éltek. Mit látunk tehát, kedves barátaim? Azt, hogy a homoszexualitást elítéli a Szentírás, mégpedig következetesen mindkét szövetségben. Bűnnek tekintette már
Isten a mózesi törvény előtt is, Szodoma és Gomorra esetében, bűn a törvényben, Mózes idejében, elítélte implicite Jézus, elítélte Pál apostol a korintusi, a római, a timóteusi levélben. De mi kell, mi lehetne még ennél is egyértelműbb és világosabb bizonyságtétel? Mi lehetne egyértelműbb annál, hogy Jézus Krisztus azt mondja, Jézus Krisztus mondja, hogy a házasság férfi és nő szövetsége. Mi lehetne egyértelműbb annál, hogy Pál szerint a férfi és a nő kapcsolata természetes, a férfi-férfi nő kapcsolata természetellenes? Mi lehetne ennél egyértelműbb? Ádámtól és Évától Pál apostolig mindenhol egységes a bizonyságtétel. Félre ne értsétek, ugye nem azért beszélünk erről a témáról, nem azért tekintjük bűnnek a homoszexuálisokat, mert van egy csoport, akire most ágyúval lehet lövöldözni, és lehet súlykolni azt, hogy ők bűnösök, és a saját bűneinket pedig elfedjük emellett, és eltereljük róla a figyelmet. De tudnunk kell, hogy a homoszexuális gyakorlatot és kívánságot tiltja Isten, és éppen ez az, amiért ma este mindannyian itt vagyunk. Hogyha ez nem nyilvánvaló, ha ez nem egyértelmű, ha ez nem világos tanítása a Bibliának, akkor az sem egyértelmű, az sem világos, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt harmadnapra, és nekünk örök életet szerzett. Ha nem világos a Biblia alapján, hogy mit gondoljuk a homoszexualitásról, akkor soha semmiről nem jelenthetjük ki azt, hogy az világos tanítás. A kérdés pedig az, amit már láthatjátok, hogy komolyan vesszük-e, amit Isten kijelentett magáról és az ő akaratáról. Ha pedig nem vesszük komolyan, akkor mire alapozzuk az erkölcsi ítéleteinket? Mi a mi alapunk? Mi az alapunk, ami alapján megítélhetjük, hogy mi a jó és mi a rossz? Mi az alapunk, ami alapján megítélhetjük, hogy mi a bűn és mi nem az? Azonban ne feledjük továbbra sem a reményt, az örömüzenetet és az evangéliumot. Ami így szól, pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, de megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk lelke által. És ez ma is érvényes. Legyünk akár heteroszexuálisok, legyünk akár homoszexuálisok, bármekkora bűnben éljünk, egyen-egyenként lehetőségünk van megszenteltetni, megmosattatni és megigazolni az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Hát így fogalmatom meg a kérdést, de akkor még nyilván akkor a beszélgetést nem ismertem. Ha most valaki azt kérdezi, hogy a melegség szerint elhatározás és döntés kérdése, akkor erre mit válaszolnál? Az, hogy a melegség csak annyira elhatározás és döntés kérdése, mint hogy én megcsalom-e a feleségemet, vagy nem, vagy kívánsággal tekintek egy másik nőre, vagy sem, vagy gyilkolok-e, vagy sem. Ugyanúgy a homoszexualitás, mint a bálványimádás, a paráznaság, az a Szentírás szerint bűn is. Nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy az emberi természetünk romlott, tehát hajlamosak vagyunk, sőt a megtérésünk előtt csak Isten ellen tudunk cselekedni a Szentírás szerint, így nem tehetünk különbséget aközött, hogy én most melegnek mondom magam, és ezt választom, vagy egy olyan döntést hozok, hogy megcsalom a feleségem. Melegként amellett választok, hogy élek-e az én szexuális vágyamon, vagy sem. Tehát akkor, ha jól értettem, ezt inkább csak kijelentésként mondom, tehát az ige világos és egyértelmű ebben a kérdésben, és a meleg téma egy nagyon fontos kérdés. Ezt inkább nem teszek a kérdésként, hogy ezt, ha jól értettem ezt. Ismersz meleg embereket? Igen. Sokat? Nem. Meleg párt ismersz? Találkoztam már meleg párral, igen. Ismersz olyan embert, aki meleg kereszténynek mondja magát? Igen. Ha egy meleg ember Krisztusban hisz, akkor ezek szerint, ha jól értettem, akkor már nem lesz meleg, mert Pál levele szerint, tehát hogy megmosatott és... Nagyon jó kérdés. Itt az a kérdés, hogy azonnal, hogyha valaki megtér, mondjuk melegként, vagy bármilyen emberként, elhagyja-e, elmúlik-e az összes vágyakozás, az összes kísértése a bűnre, és hirtelen olyan tiszta lesz, mint a hó, vagy olyan ártatlan, mint a ma született bárány. De hát tudjuk, hogy ez nem így van. Mindannyian egész életünkben küzdünk a bűnnel, és így, ha egy meleg Krisztushoz tér,
és megmoshattatik és megszentelődik, akkor ez azt jelenti, hogy felismeri azt, hogy az, amiben ő él, az bűn, ugyanúgy, mint ahogy én is felismerem, hogy alkoholista vagy hazug vagyok, és az bűn, és igyekszik elkerülni azt, és igyekszik egyre inkább megszentelt életet élni. Egyébként annyit megjegyeznék, hogy nem tartom legitim kifejezésnek azt, hogy meleg keresztény, csak annyira, mint gyilkos keresztény, vagy bármányháló keresztény. Ismersz olyan, hogy ez megtörtént? Tehát, aki meleg volt, és aztán miután keresztény lett? Igen, személyesen nem, de rengeteg bizonyságtétel van az interneten, meg lehet nézni, magyarul is egyébként, angolul is, olyan emberek részéről, akik ráadásul meleg kapcsolatban éltek, és a pár mindkét tagja megtudta Jézus Krisztushoz, és megváltozott az életük. És hogy hogyan fordultak el attól az életviteltől. Vannak olyanok, akik felhagytak a kapcsolatokkal, de megmaradt bennük a vágy, és vannak olyanok, akikben saját bevallások szerint, tehát kimerné meghazudtolni őket. Elmúlt ez, és megváltoztak. Majd erre a záróbeszédben ki fogok térni bőven. Elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk a te gyülekezetedben van olyan személy, aki egyébként meleg csak titkolja? Pont ezért, mert... Miért? Miért? Hát pont azért, mert tudja, hogy hát erről te hogyan vélek. Nem. Tehát, ha valaki hozzám jön, szerintem azért titkolják a gyülekezetekben, mert rosszul állnak a lelkészek ehhez a kérdéshez. Ezért is kezdtem azzal a nyitóbeszédemet, hogy ne az alapján ítéljétek meg, amit én mondok, hogy mi a ti tapasztalatotok, hogy elküldtek titeket, vagy elküldték az embereket, vagy hogy bántották őket. Azért, mert valaki rosszul áll ehhez a témához, akár lelkészként, mert nagyon könnyű bántani a másikat, ez még nem jelenti azt, hogy azért, mert valaki tudja, hogy én bűnként tekintek, és tudja azt, hogy egyébként az evangélium is oda, és én hogyan tekintek rá szeretettel, és próbálok kísérni. Hát nem tudom okot, ami miatt azt mondanám, hogy ezt eltitkolom, hiszen nem küldeném el, nem verném meg, semmi. Olyat el tudsz képzelni, hogy valaki mondjuk keresztény, gyakorló keresztény, és egyszer csak olyan felfelezi saját magán, hogy ő magában saját nemhez mozódik. Igen, persze, ez elképzelhető. Viszont, hogyha tényleg keresztény megtért, szentírás alapján, akkor amikor ezt felismeri magában, akkor azt is felismeri, hogy ez egy olyan vágya, ami egy szent életet követel, és nem élheti meg ezt. Ugyanúgy lehet valaki hívő megtért keresztény, és akkor x idő múlva fedezi fel magába, hogy hajlamos az alkoholizmusra, most ez nem jelenti azt, hogy neki ezt ki is kell élnie. Vagy egyre erősebb a vágy életében arra benne, hogy megcsalja a feleségét. Ez nem azt jelenti, hogy ezt meg kell élnie, hanem hogyha valóban keresztény, akkor tudja, hogy ez a kísértése része, hiszen mindannyian minden nap átéljük ezeket a kísértéseket. Azt hiszem, hogy is több kérdésre. Jó, köszönöm. Mindenre választottam. És elégedett vagy már? Igen. Mondom, az első kérdésem, hogy mi a helyzet azzal a férjel, oda menne hozzá lelkész vagy egy ember, egy férj, aki azt állítja, hogy képtelen monogám kapcsolatban élni a feleségével, és úgy keres fel téged, hogy azt mondja, hogy egész életemben ezzel küzdöttem, nem vagyok én, Isten nem monogámnak teremtett engem, hanem poligámnak, és Isten elé vittem ezt, imádkoztam, lelke által azt mondta nekem, hogy rendben vagyok, és a feleségem is ráadásul el tudja ezt fogadni. Mit mondanál neki? Lehet Isten áldása egy ilyen poligám kapcsolatban például? Igen. Rendben, köszönöm. Pál apostol azt írja a korintusi levélben, hogy úgy kell megtartani az evangéliumot, ahogy ő hirdette a korintusi gyülekezetben, mert az általa hirdetett evangélium üdvözít. Tehát ugye mivel azt mondta, hogy nem üdvözülhetnek a homoszexuálisok, mert az ő evangéliumában ez nem fér bele, akkor ugye azt is kimondja, hogy nem üdvözülhetnek, akkor Pál mindkét esetben tévedett, vagy nem hirdett, vagy hamis evangéliumot hirdetett ezzel, vagy azt mondta, hogy az ő evangéliumában ez is szerint nem üdvözülhetnek a keresztények, vagy ezt hogy raknád össze ezt a kérdést, vagy ezt a két dolgot, ugye Pál azt mondja, hogy az én evangéliumom üdvözít, és az evangélium a kizárja, hogy a gyakorló homoszexuálisok üdvözüljenek. Biztos volt valami oka Pálnak arra, hogy a leveleiben időnként olyan furcsa módon moralizál, de hogyha itt azért összehetett Jézus szavával, aki azt mondja, hogy minden bűn és károlás megbocsátatik, amit elkövetnek az ember az év alatt, még ha valaki az emberfi ellen szól, az is.
Csak a Szentlélek áramlása nincs. Nagyon nyilvánul a kontextusból, én csak a farizeusokról beszél. Attól az egytől óvja őket, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. Tehát semmi más olyan egetrázó veszélyt nem. Persze, de én nem is állítom azt, hogy a homoszexuálisok nem térhetnek meg, és ez egy olyan bűn lenne, amire ne lenne bocsánat, ellentétben a Szentlélek elleni bűnnel. Szóval Pál is azt állítja, hogy ebből meg kell térni, ebből meg lehet térni, és van rá bocsánat. Azonban azt mondja, hogy aki ebből nem tér meg, és továbbra is ezt gyakorolja, az nem üdvözülhet, az tehát nincs megtérve. Tulajdonképpen ez szerint is az ő evangéliumának az üzenete. Tehát nem azt mondja, hogy nincs rá bocsánat, de Jézus is azt mondja, hogy minden bűnből, akkor minden bűnre akkor van bocsánat, ha azt megvalljuk, és hű is igaz ő, ugye. Tehát hogy ez alapján, tehát nem húznék én egy erőségre, hogy az árnyat valamit a válaszolod? Én a minden bűn és káromlás megbocsátatik az ég alatt, ez alatt én azt értettem, hogy úgy értem Jézusnak ezt a szavát, hogy ő nem csinál nagyobb ügyet ezekből a dolgokból. Amiből viszont meg kell térni, az a farizeusi mentalitás. Uh-huh. Ami mit csinál? Hát az, hogy például, ugye, hát a példázatban elég farizeus, hogy bemegy a templomba, és akkor azt mondja, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok rá, mint a többi ember, részeges parázna, buzi, stb., hanem én tizenöt fizetek mindenből, és... Ez a képmutatás. Igen. És akkor szerinted csak a farizeusi magatartásban élők, hanem tényleg meg nem üdvözülnek, tehát minden más, a homoszexuálisok, a bálványimádók, a házasságtörők, ami nem farizeusi magatartás, de bevallhatom is élhetek én így, tehát ők üdvözülhetnek? Jézus azért jött, hogy mindenkit üdvözítse, és azért jött, hogy mindenki vannak hozzá a szeretetet. Most például, ha boldog gondolásokat nézzük, ott egy csomó ember ott állt előtte. Nem válogatott társaság volt, hanem mentem utána mindenféle emberek. És akkor nem azzal kezdte az idő, hogy tudjátok, hogy bűnösöket is meg kell térjetek, mert külön-külön mindenki válbeszéltek, hogy miből, hanem azt, hogy boldogok a szegények, mert jövök az Isten. De Jézus ezt is mondta, hogy meg kell térjetek, sőt arra is beszélt, hogy keskeny az út, szoros a kapu, és hogyha a jelenések könyvét olvassuk, ott azt látjuk, hogy bizony Jézus rengeteg embert meg fog ítélni, és a kárhozatba fog küldeni. Tehát nem a többsége fog az embereknek üdvözülni, hanem a kisebbsége Jézus szerint. És folyamatosan, ugye, ahogy említettem, a bűn vallása és a bűn elmegyelése szólított fel mindenki, parázna nőt. Tehát ugye, és a vámszedőköz se úgy fordult, hogy nem kell neked ebből megtérni. Tehát mindenki csak akkor üdvözülhet valaki, ha megtér, nem? És a megtérés az megszentelt életet eredményez. Használja Jézus a kívülés, hogy térjetek meg. Térjetek meg, mert elközelített az Isten ország. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát az evangéliumot hirdeti a jó hírt. Az evangéliumhoz megtérni. Ahhoz a jó hírhez, hogy az Isten szeret, és Jézust adta értünk, és ő vállalt értünk a szenvedést is, meg a halált is. És ez az öröm hír. Nemrég hallottam egy kedves fiatal kollégától, azt hiszem jelen is vagyunk most közöttünk, aki elmondta, hogy korábban egy gyülekezetben szolgált, ahol voltak tudottan meleg emberek, és jobban bízott, ugyanazon az álláspontra van egyébként, körülbelül te is megfogalmaztál, tehát bűnnek tartja a homoszexualitás, stb. De teljesen természetesen vette, hogy ha létezik ebből a dologból úgymond szabadulás, vagy gyógyulás, vagy megtérés, akkor ez csak úgy lehet, hogy ez van a gyülekezet közösségben, és elfogadják őket. Lenne még két kérdésem és egy visszakérdezésem, ezt a kettőt egybe feltennék, hogyha nincs ellenedre, hogyha ezt beleférted. Jó? Igyekszem. Tehát visszakérdeznék csak, hogy akkor tiszta legyen, hogy akkor szerinted Pál evangéliuma nem igaz. Ugye amikor azt mondja, hogy az én evangéliumom gyakorló homoszexuálisokat nem üdvözíti. Hát ezt nem tudom, hogy fogod megmondani őszintén. Ezt a kijelentést Jézus evangéliuma felülírja. Tehát azt mondod, hogy Pál... Jó, rendben, maradjunk itt, mert megy az idő. Az álláspontod az nyilvánvaló, hogy köszönöm. Akkor az a kérdésem, és akkor ezt a kettőt egybe teszem fel, és akkor ezzel zárnám. Honnan tudjuk mi, hogy mi az evangélium? Feltételenek érdalom és feltételenek és szeretet. Honnan tudjuk, hogy ez nem csak ideiglenes, amit Jézus mondott, nem csak kulturális, és akkor itt elvetendő vagy koronként változik, hogyha pár szavait lesöpörhetjük, akkor Jézus szavait miért tartjuk örökérvényének, ráadásul ugye Pál ugyanazt azt állította, hogy ugyanazt evangéliumot hirdeti, mint Jézus, és hogy azt adja át, amit tőle kapott, és nem mástól. Tehát, hogy ő kijelenti magáról, hogy amit ő mondasz, azt Jézustól vette el, nem csak az úrvacsora kapcsán, ugye ezt a veszélyesége kapcsán. Tehát akkor honnan tudjuk, hogy mi az evangélium, és honnan tudjuk, hogy ez nem csak ideiglenes. De elég örülök az élet, és nem tudom mindent kipróbálni.
Tehát például Jézusnak a szeretetét, meg az evangéliumát, meg az áldozatát, azt én hozom, elfogadom, de ezt kipróbáltam 54 évvel, már többször kipróbáltam, hogy működik el. És eddig még nem nagyon csalódtam benne. Tehát akkor személyes tapasztalatod. Igen. Szerint tudod ezt elfogadni. Jó, nagyon sok kérdés van lenne, de hát lejárt az időnk akkor. Köszönöm. Nagyon örülök neki, hogy sor került erre a beszélgetésre, és nagyon megtisztelő a töretlen figyelem és érdeklődés. Ismét nem tervezem kihasználni a 10 percet. Most egy picit tényleg rá fogok játszani a hatásvadászatra, meg a személyességre, meg az érzelgősségre, tehát ezt előre bocsátom, tehát hogy nyugodtan föl lesen rá készülni. 1987-ben ugye elhangzott, hogy több megszakításon végeztem a teológiát, akkor hagytam ott először, és akkor mindenféle vargabetűk után, hogy ősszel elmentem, akkor rábögtem a térképre, és elmentem képesítés nélküli nevelőnek egy iskolába. Ez 87 ősze volt, tehát ez már nagyon közel a rendszerváltáshoz. Tehát nagyon lájtos volt már ez a szocializmus, tehát nem kellett ott már nagyon hát megfelelni, és azért ott szembesültem azzal, hogy azért az még mégis a szocializmus volt. Tehát amikor én a gyerekek közé mentem, akkor én nem beszélhettem a hitemről, mint tanár. És akkor gondolkoztam azon, hogy milyen tisztelet van bennem azok iránt, akik mondjuk 30 évig képesek voltak, korábban keresztény cserkészvezető volt, és aztán pedig hát, úttörőnek, kisdobos vezetőnek kellett lennie, és ezt épp elmével és épp lelkismerettel meg tudta csinálni. Nagyon tiszteletem. Én egy hónap után ideggondozóban találtam magamat. Nem vittek, tehát saját lábamon mentem meg busszal, de beláttam, hogy nekem ez így nem fog menni. Tehát, hogy az életemnek erről a nagyon fontos kérdéséről én nem beszélhetek, ezt nem tudtam megtenni. És akkor visszamondtam a teológiára, szerintem toleránsokat visszafogadtak. És nem én régen hallottam egy fiatalemberről, aki oszlopos tagja a gyülekezetének, minden kiránduláson ott van, ha bármit szervezni kell, vagy valamit dolgozni, akkor az első között ott van a gyülekezetben, és mindenféle szolgálatot vállal. De tudja, hogyha ő előlépne azzal, hogy valójában a saját neméhez vonzódik, akkor azok az emberek, akik számára most a legfontosabbak, és akik az ő leginkább szeretett barátai, azok elfordulnának tőle. És belegondoltam abba, hogy én egy hónapig bírtam azt, hogy nem beszélhetek a hitemről, ő pedig benne él egy közösségben, amiben tudja, hogy ha ő előállna azzal, hogy na aztán mi nem találtál már egy csinos kis jányt? És akkor nem tud erre mit válaszolni, mert azért, mert ő nem csinos kis jányok után szokott megfordulni. És nem mondhatja el. És elképzelem azt, hogy azért ez egy elég nehéz helyzet lehet, és én minden tiszteletem azoké az úttörő vezetők is, hogyha az övéként minden tiszteletem, akik 30 évig tudták csinálni, úgyhogy a hitükkel ellentétes dolgokat kellett, mert az volt az elvárás, hogy ő képes úgy élni, hogy abban a közegben, ami számára a legfontosabb, és az élete közege, arról nem beszélhet arról, ami az életének egy olyan fontos kérdése. Mert tudja, hogy azt mondanák rá, hogy akkor ebből meg kell térned. Vagy így nem maradhatsz közöttünk. Én erre gondoltam, erkölcsi kérdésként például, és most ez nem terelés akar lenni, mondjuk pontosabbnak tartottam volna, vagy tartanám, de ez most nem ennek a témája, tudom, arról is lehet, hogy lesz szó valamikor, hogy mondjuk egy napszemüveges tábornok beül a Szent Misére az első sorba, és közben embereket visznek el szöges drót mögé az ő parancsára, és veszi a ostját, a Szent Ostját, és az olyan természetes. Szerintem ezek inkább olyan etikai kérdések, amikről érdemes lenne foglalkozni. És a melegeket inkább segíteni abban, hogy el tudják fogadni önmagukat. Sőt, mondok én valamit. Ez az én problémám. Ugye a bevezető beszédben is mondtam, én nem a melegeket akartam megvédeni, nem azért vállaltam el ezt, hogy az ő érdekében kiálljak, magunkat szeretném megvédeni attól, hogy egy olyan világot teremtsünk magunk körül, vagy olyan világot erősítsünk meg, amelyben
amelyben az elfogadásnál, a krisztusi feltételnél, szeretetnél fontosabb az, hogy bizonyos dolgokat egymásnak szóvá tegyünk. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm a kitartást, és remélem, hogy maradtok az áróbeszédek után, hiszen rengeteg jó kérdés lehet kosárban, és rengeteg jó kérdés érkezett már e-mailben is, úgyhogy nagyon sok olyan téma elő fog jönni a kérdések kapcsolatban, amiről még nem ejtettünk szót. Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon remélem, hogy senki nem tekint rám úgy, vagy nem nézi ki belőlem azt, hogy én napszemüveges tábornokként az első sorban ülök, ráadásul egy katolikus misén, de teljesen egy református istentiszteleten. És küldöm egyébként az embereket a szöges drót felé, hiszen nem ilyen lelkülettel állt, amire ki ma este elétek. És nagyon-nagyon sok bibliahű, evangelikál, keresztény nem ilyen lelkülettel közeledik a homoszexuálisokhoz. Jegyezzük meg, hogy azért, mert vannak rossz példák, az még nem jelenti azt, hogy a Szentírás téved. Azért, mert vannak rossz példák, az még nem jelenti azt, hogy megváltozott Jézus képe a családról. Jézus Krisztus továbbra is férfi és nő kapcsolatának tartja a családot, és azt mondja, hogy a férfi a feleségét hagyja el. Akkor tegyük félre Pál apostolt, tegyük félre az Ószövetséget. Mi a helyzet Jézussal? Jézus is hazudott. Jézus is tévedett, talán a korszellem függvényében fogalmazta ezt meg a mi Urunk. De hogyha hiszünk az Úr Jézus Krisztusnak, és nagyon szeretném, hogyha ezt megjegyeznénk, aki azt mondta, hogy amikor az írásokat olvassuk, akkor Isten szól hozzánk. És azt mondta, hogy ezek alapján, az írások alapján leszünk mi elszámoltatva Isten előtt. És ha hiszünk Pál apostolnak, aki azt mondja, hogy az írás Isten tulajdon beszéde, az ő szájából kijövő szó az, amit ma itt látunk magunk előtt, következetes bizonyságtételt látunk akkor a Szentírásról. Jézus és Pál ugyanazt mondták a kérdésben. Szeretném a figyelmet kérdések alatt az általam feltett kérdésre még egy picit ráirányítani. Mi van azzal az emberrel, aki kapzsi? Mi van azzal az emberrel, aki lop? Mi a helyzet azzal a férjel, aki egyszerűen képtelen hű lenni a feleségéhez, és úgy keresi fel Istent, hogy egész életemben ezzel küzdöttem, és erre az elhatározásra juttatott engem Isten lelke. Mit mondunk neki? Hogyha az erkölcsiség és a szeretet, az általunk meghatározott szeretet az alapunk, és azt gondoljuk, hogy itt van ez az ember, aki erkölcsös, szereteteljes, odaadó a többi kapcsolatában, akkor azt mondjuk tényleg, hogy ez rendben van így. Mert ezt kellene mondani akkor, hogyha következetesek vagyunk, és nagyon örülök, hogy következetes volt István ma este itt előttünk, és kimondott olyanokat, amiket talán sokan nem mernének ilyen következetesen kimondani, és ezért mélységes tiszteletem és hálám tényleg őszintén István irányába, de azért adta nekünk Isten a szavát. Azért adta nekünk Isten szavát, mert az nem változik, és felmutatja számunkra azt, hogy mikor szólít meg minket Isten lelke, és mikor szólít meg bennünket valami más, a korszellem, vagy a kísértő, a sátán. Mi van akkor, hogyha István téved? Tegyük fel ezt a kérdést. Mi van akkor, hogyha nekem van igazam, csak feltételezzük? Akkor mi lesz? Mi lesz akkor, hogyha Pál apostolnak van igaza? És a gyakorló homoszexuálisok elkárhoznak. Mi van akkor, hogyha Pál Jézus képe igaz? Mi van akkor, hogyha Jézusnak van igaza, és a család tényleg férfi és nő kapcsolata? Ma azt szerették volna nekünk bebizonyítani, hogy Isten lelkének vezetésével, Isten szavának ellentétes eredményre lehet jutni. Azonban Istennek az a szava, Istennek a szava a Róma 3-ban azt mondja, hogy az ok, ami miatt Isten ilyen dolgokat jelent ki, Isten elítélő szavainak az oka nem az, hogy Isten egy hitvány és szeretetlen Isten, hanem az, hogy, ahogy Pál írja, elnémuljon minden száj, és Isten ítélje meg az egész világot. Ugye a bibliai kép az Isten előtt álló embert, az őszinte hívő embert úgy festi le, mint aki lehajtja a fejét a bíró előtt, és nem pedig úgy, mint aki még akkor is beszél, amikor ott áll az élő Isten előtt. Hát de
nekem mást mondtak, más vezetett engem ebbe a bűnbe bele. Én nem vagyok olyan rossz, mint ez az ember. Én nem vagyok olyan rossz, mint az az ember. Továbbra is beszél, mentegeti magát, kifogásokat keres, a korszellem vitt bele. Nem, az Isten előtt ember álló nem ilyen. Nem ilyen az ember, aki felismeri az ítélő bíró jogát, Isten jogát, és nem az én jogomat, Isten jogát arra, hogy kimondja azt, hogy bűnös vagy. Bűnös vagy házasságtörőként, bűnös vagy gyilkosként, bűnös vagy, ha hazudsz, bűnös vagy, ha lopsz, bűnös vagy, ha káromlod Isten nevét, és a sor végén talán bűnös vagy, ha homoszexuális életet élsz. Az Új Szövetségben azt látjuk, olvassuk el, azt látjuk, hogy nem hirdettetik az evangélium azoknak, akik továbbra is arról beszélnek, ahogy István is említette, bennüket verik, hogy mennyire igazak ők. Az Új Szövetség azoknak világosítja meg Jézus evangéliumát, akik elfogadják Isten bűnről alkotott elhatározását, meghatározását, és Isten igazságos ítéletét a bűneik miatt. Aki hallja a rossz hírt, az képes befogadni a jó hírt, az van készen befogadni a jó hírt, mert amikor Krisztus haláláról beszélünk, amikor helyettes áldozatáról beszélünk, a kereszt haláláról beszélünk, kétség sem férhet hozzá, hogy arról beszélünk, hogy Jézus Isten haragját hordozta el ott a kereszten. A haragját. Milyen bűnök elleni haragját? Olyan bűnök elleni haragját, amiket Isten határozott meg. És amikor az 1 Korintus 6.11-ről beszélünk, ahol azt mondja Pál, hogy ilyenek voltak némelyek, akkor az evangélium ereje tör elő Pál apostol szavaiban. Akkor, amikor Isten lelke eljutott valakit odáig, hogy nincs több kifogás, nincs több beszéd, minden szájnak el kell hallgatnia, mert csak elfogadhatjuk azt, hogy Isten meghatározta, hogy nekem hogyan kell élnem, akkor Isten lelke által, akkor lesz kész Isten lelke által ez az ember hallani a megváltóról, Jézus Krisztusról, arról a megváltóról, aki meg tud gyógyítani, arról a megváltóról, aki meg tud változtatni. Azért, hogy elnémuljon minden száj is, Isten ítélje meg a világot. Isten ítélje meg a világot. És nem az én felfogásom, nem az én érzéseim, nem az én erkölcsi értékrendem, nem a korszellem, hanem Isten fog ítélni. Azonban nem szeretném ilyen negatívan zárni ezt a ma estét. Szeretném felmutatni azt, hogy hogyan kellene tehát, és talán ez tanulságos lesz mindenki számára, hogyan kell kinézni a keresztény válasznak, a keresztény reakciónak a homoszexualitásra. Milyen a helyes, biblikus keresztény reakció? Először is mindenekelőtt azzal az annak az elismerésével kell kezdődnie a mi válaszunknak, hogy minden ember Isten teremtménye, minden emberre kivétel nélkül embertársként kell tekintenünk, tekintet nélkül az ő szexuális orientációjára. Aztán fel kell ismernünk, fel kell hagynunk a heteroszexuális bűneinket és képmutatásunkat úgy, hogy közben felvállaljuk és hirdetjük, hogy a homoszexualitás csak úgy, mint más parázna bűnök, vagy a lopás, a romlott emberi természetünk egyik aspektusa, olyan dolog, ami ellentétes Isten teremtett rendjével, parancsolatával. És úgy kell elismernünk és elfogadnunk azt, hogy a meleg közösségek felé is hirdetnünk kell Krisztus szeretetét, hogy emellett fel kell ismernünk és el kell fogadnunk azt, hogy a homoszexuális gyakorlat és párkapcsolat Isten akaratával ellentétes. Nem hallottuk még ennek a cáfolatát, hogy ne lenne az. Jézus szeretete azonban mindenki számára megtapasztalható lehet, mindenki számára megtapasztalható Jézus Krisztus szeretete, míg a társadalom peremén élők számára is. Mindenki felé szól az evangélium, az örömhír. A keresztény válasznak hívnia kell a homoszexuálisokat arra, hogy megtapasztalják az Úr átformáló, újjáteremtő befogadását, rendkívüli együttérzést tanúsítva számunkra, a homoszexuálisok felé. A szent életet kell hirdetnünk. Nem az a célunk, hogy a homoszexuálisok azonnal heteroszexuálissá váljanak. A szent életet kell hirdetnünk annak a reményében, hogy ez a szent élet talán heteroszexuális életvitelt vonz magával. És amellett, hogy fel kell hívnunk, ahogyan István is tette ma este, és köszönöm neki, fel kell hívnunk a figyelmet a homofóbia valóságára, és annak a veszélyeire. Azonban a keresztény biblikus válasznak emellett erősítenie kell a heteroszexuális családokat abban, hogy úgy működjenek, ahogy az Istennek tetsző, megmaradva abban, amit
Isten kijelentett, és amit Jézus Krisztus maga mondott, hogy a család férfi és nő kapcsolatán alapszik. Tehát zárásként ezt mondanám el, hogy azt szeretném kiemelni, hogy a Szentírás világos a ma este kérdésében. Mit tanít a Biblia a homoszexualitásra, és hogyan értelmezhetjük azt teológusként? Világos, a végeredmény egyértelmű, de ne feledjük, és ezzel bezárnám, ne feledjük, hogy egyikünknek sem, akik itt ülünk, legyünk akár homoszexuálisak, akár heteroszexuálisak, egyikünknek sincsen joga arrogánsan beszélni senkihez, akit valamilyen bűnben látunk, hiszen mindannyian, akik itt ülünk, kivétel nélkül, keresztények, ateisták, homoszexuálisok, heteroszexuálisok, minden egyes nap megtapasztaljuk a bűn valóságát és a kísértés valóságát a mi életünkben. És hogyha azzal a lelkülettel megyünk el innen, ami azt mondatta Pállal, hogy első vagyok a bűnösök között, akkor kompromisszumok nélkül képviselhetjük az igazságot, és akkor lehetünk igazán só és világosság a mi nemzetünk számára. És Isten adjon erőt mindannyiunknak, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen! Én még nem lelki gondoztam homoszexuális, hogy őszinte legyek, de azért valamennyire fel lennék készülve, hogyha holnap oda jönne hozzám egy valaki, aki azt mondja, hogy milyen beállítottságú, ilyen orientáció. Gyakorlati oldalról én először is felmutatnám neki, hogy semmivel sem rosszabb, mint bármilyen más ember, aki más bűnökben élhet, vagy más orientációja van. Semmivel sem rosszabb Jézus Krisztus előtt, mint én. Ugyanúgy a kegyelmére szorul, ugyanúgy Jézus Krisztus meghalt érte, hogyha az ő halálát elfogadja, és felmutatnám azt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma az ő halálának és feltámadásának ereje ugyanúgy képes őt is új emberré tenni, ugyanúgy képes új teremtményé tenni, mint ahogyan Pál apostolt, aki egy gyilkos keresztény üldöző volt,
ugyanúgy képes őt is megmosni, Jézus Krisztus, és megszentelni az életét, hiszen erről szól az evangélium. Következő kérdés. A Biblia egyértelműen kimondja, hogy a szeretet áll mindenek fölött. De akkor miért van az egyáltalán leírva, hogyha két férfi egymással hál, az bűn. Ha szeretik egymást, akkor az most bűn vagy szeretet? Szerintem én nem az egyházat használni. Igen, ebben én nem akarok belelátni. Tehát, hogy hát a szexualitásról, mint az a bevezető beszédben is mondtam, kétféle dolgot látok a Szentírásban, egyik, hogy elég tendőzetlenül beszélnek akár a királyok, akár a hősatyák dolgairól, viszont az intim szférában nem másznak bele, tehát hogy ki, mit, kivel, mit, hogy csinál. Tehát azért azt gondolom, hogy a szexualitás az arra a két emberre tartozik, aki azt csinálja egymással, és az kívülálló ember nem nagyon tud, legalábbis nem kéne ezzel foglalkozni. Először is Jézus Krisztus, Pál, Péter és János is felhív bennünket arra, hogy mindent és mindenkit ítéljünk meg mindig. Tehát a ne ítélj, Máté 7:1-et általában egy kiemelik a Bibliából, de a következő 4-5-6 verset, ahol Jézus azt mondja, hogy hogyan ítéljünk, azt elfelejtett megemlíteni. Tehát a Biblia arra szólít fel bennünket, hogy ítéljünk keresztényként. A kérdés az az, hogy ugye azt nem tagadjuk, hogy a szeretet minden keresztény életében kiemelkedő szeretet kell, hogy betöltsön, ugye igen helyek János 3:16, 1 János 2:10, 1 János 3:18, de a kérdés az az, hogy mit jelent a szeretet? Mit jelent szeretni? Ugye a Szentírás azt jelenti, hogy még az ellenségeinket is szeretnünk kell keresztényként, viszont azt is tanítja, hogy szeretetteljesen viselkedni azt jelenti, hogy azt tesszük, amit Isten megparancsolt nekünk. Úgy tesszük azt, ahogyan azt ő parancsolta. Ugye, ahogyan olvassuk az 1 János 5:3-ban, a szeretet azt jelenti, hogy Isten törvényének engedelmeskedni, mert az Isten iránti szeretet írja János, hogy parancsolatait megtartsuk, és parancsolatai pedig nem lehet. Aztán a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése, írja Pál. És ugye tudjuk azt, hogy Isten egy parancsolata megtiltja a szexualitást, megköveteli, hogy megtartsuk ugye Isten szeretete az ő parancsolatai, és így mivel Isten ezt parancsolta, ezért ezzel fel is kell vagyunk. Tehát ez összetettebb kérdésem már. És a következő kérdező Nagy Gergely kérdezi, direkt. Olvasom. Ha Jézus itt áll most ön mellett és azt mondaná, hogy a heteroszexualitás, tegyük fel az ön esetében elméletiségből, bűn, és Jézus azt szeretné, hogy ne szeresse továbbra a nőket, és ne is nézze rá egy kívánattal, tudna erre ennek a kérdésnek eleget tenni? Jó, hát egyrészt ez a kérdés. Ilyen nem történhet meg, hiszen Jézus saját magának, vagy az atyának nem fog ellent mondani. Tehát még hipotetikusan sem elképzelhető, hogy is majd azt mondja Jézus, hogy a heteroszexualitás bűn. Egyébként viszont a válaszom az lenne, hogy Jézus nagyon sok mindenre mondta nekem azt, hogy bűn. Amikor megtértem, bizony, ide nem testben jött el, vagy nem nyílt meg az ég, de amikor olvastam a Szentírást, akkor Jézus az ő lelke által szólt hozzám. És bizony, felmutatta, hogy Gergely, nem a heteroszexualitás, hiszen az nem bűn, de bűn a túlzott alkoholfogyasztás, de bűn más nők iránti vágyakozás, de bűn a hazugság, de bűn még füllenteni is. És bizony, én nem kezdtem el vele vitatkozni, hogy hát de már hadd maradjak már meg ebben, még akkor is, hogyha nem lettem tökéletes a megtérésem után, de azt tudja az én megváltom, hogy naponta küzdök ezekkel. És ezért fogja majd azt mondani, hogy mivel hiszek benne és felismertem, hogy ezek bűnök, és megpróbálok megszentelt életet élni, hogy elfogadja az én bűnbánatomat. Tehát mondta ezt már nekem Jézus nem egyszer, nem kétszer. Köszönöm. Ja, így random. Jönnének akkor a felírt kérdések. Itt van egy rózsaszín lap, én ezzel kezdeném. Elég sok kérdés került fel, úgyhogy csak az első kérdést fogom felolvasni. Mindkét jelez. Miben különbözik kereszténynek lenni attól, hogy bármilyen más ideológiát követsz? Hú,
Igen. Talán felismerni azt, hogy ennek az egésznek, ami itt körülvesz bennünket, beleért a saját magamat is, ennek van értelme. Hogy nekem, mint embernek van közöm az örökkévalósághoz. Vonatkozom rá, és az örökkévaló törődik vele. És ezt nagyon örökkévalóan megmutatta Jézusban. Egyébként vannak azért különböző vallások, amelyek ilyen morzsák, meg ideológiákban is. Tehát azért találkozom olyan emberekkel, akik nem vallják magukat kereszténynek, lehet, sőt, ateistának nem mondja magát, de amikor beszélgetünk, akkor nagyon sok dologban, nagyon hasonló dolgokat fogalmaz meg, mint itt, amiket mondjuk én úgy, hál' Istennek, bizonyossággal, megpróbál bizonyossággal merek erről az egészről gondolni. Jó, hát először is azt tudnunk kell, hogy vegyük az ateizmus, mint ideológiát, hogy minden erkölcsi megfogalmazás az ateizmusnak például a kereszténységből ered. Tehát nincsen semmilyen alapja, vagy nincsen semmilyen morális felső rendűsége vagy ateistának a keresztényel szemben. Nincsen olyan alapja, ami alapján megmondhatná, hogy mi a jó, mi a rossz, és hogyan kell élni. Tehát van egy erkölcsi különbség. Nekünk van, mihez tartani magunkat, a Szentírás bizonyságtétele. Az egyik különbség. A másik különbség, ami pedig égbe kiáltó különbség a kettő között, hogyha bármilyen ideológiát követünk a kereszténységgel szemben, az az, hogy a bármilyen más ideológiában nem nyerünk örök életet. Jézus azt mondja, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát egyrészt az örök élet, másrészt pedig az a bizonyosság, hogy van valaki, aki meghalt értem és feltámadt értem, és elvette az én bűneimet, és úgy szeret engem, hogy bár kézzel lábbal kapálóztam ellene, mégis magához vonzott, és örök élettel ajándékozott meg, és már nem a földire, hanem az odafent valókra tudok figyelni, és nem a földi élet fog nekem számítani, hanem az örök élet ott a mennyei Atyánál, amit csak Jézus Krisztus által, Solus Christus, érhetünk el. Következő kérdező Nagy-Gergelyhez mindig a kérdését. Mitől gondolja, hogy Isten szavát zenék ajkai, amit nekünk fel kéne ismernünk? Hát nehéz kérdés. Abból gondolom, hogy nem azért, mert én okos vagyok, hogy elvégeztem a teológiát, vagy olyan jól rakok össze itt gondolatokat, és olyan, nem tudom, retorikailag jól adom elő, vagy rosszul, és akkor én ellenség vagyok, és ezért ez Isten szava. Egyetlen egy dolog miatt hiszem azt, hogy amit mondok, az Isten szava. Azért, mert Isten szavát olvastam fel, és Isten szavát idéztem. Hát nem az Isten szava, ami én köré raktam, az már csak egy értelmezése az Isten szavának. De amikor azt olvastam, hogy Jézus Krisztus férfinak és nőnek tekinti a családot, akkor az Isten szava volt. Amikor azt mondtam, azt olvastam, hogy Pál apostol a férfinő kapcsolatát teszi természetesnek, az Isten szava. Amikor azt mondta, hogy nem öröklik a homoszexuálisok, a bálványimádók, a paráznák, a házasságtudók, a tolvajok, a részegesek Isten országát, az Isten szava volt. Tehát én ebből gondolom, hogy mivel Isten szavát olvastam, és valami nem is van, és egyetlenül Szentírás, hogy Isten szava. Valamilyen formában, amikor tartalmazza, és teljes mértékben abban nem értünk egyet. Mert kihúztam a következő sorgérnének szól. Ja, ha akarsz, reagálhatsz. De, a kérdező egy bibliai szakaszra utal. A samáriai asszonyra nem parancsolt rá Jézus, hogy ne legyen több férje, sőt bűnösségé és samáriai létére neki nyilatkoztatta ki magát. Ezzel mi van? Vagy a római van, aki nem zsidó volt, és Jézus megdicsérte a hitét, de nem kérte, hogy térjen át, vagy hogy hagyja a Róma Istenet. Ezzel nem értek egyet, tehát ilyen nem volt a Bibliában, ilyen nincs a Bibliában, hogy megdicsért és nem kérte meg, hogy hagyja a Róma Istenet. Ennyi válaszom. Röviden. Tehát akkor el kell olvasni azt a szakaszt, ahonnan idézett a kedves kérdező, és meg kell látni. Ilyet nem mondott Jézus. Hát szerintem ez is a kérdének szól, de tényleg is van tőle.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy abban megegyeznek, hogy egység van akár a homoszexualitás pártolók, akár a heteroszexualitás mellett kiállók, a családok mellett kiállók között, hogy nincsen genetikai alapja a homoszexualitásnak. Tehát nincs egy olyan orvosi tanulmány, ami kimondaná, hogy ez veled született genetikai rendellenesség. Megkérdezem azt a papírt egyébként? Ez az egyik, amit ki szeretnék jelenteni. A másik, hogy azonban valamilyen formában belünk született a homoszexualitás, ugyanolyan formában, mint ahogy velünk született dolog a hajlam, a hazugsága, a hajlam, a lopása, a hajlam, a házasság törésre. Ez mind-mind a romlott emberi természetünk része. Akaratlagosan befolyásolható-e? Hát, hogyha mantrázom magamnak, szerintem nem biztos, de hogyha azt akarom, hogy Jézus Krisztus megmosson ebből és hiszek benne, akkor ilyen formában befolyásolható. Igen. Következő kérdés mindkét félre szól. Mi a helyzet azzal a fiatal emberrel, aki keresztény szeretne lenni, szeretne megmosattatni, de meleg? A Jóisten mindannyiunkat boldogságra teremtett. Hát én kifejtettem ezzel kapcsolatosan álláspontot, azt gondolom, hogy az elfogadó magatartást, én az elfogadó magatartást tekintem magam részéről. Követendőnek. Az már alapból egy remek lépés, hogy valaki felismeri azt, és azt kívánja, hogy bárcsak megmosattatna, mert az már egy jele annak, hogy Isten lelke elkezdett közeledni felé, Isten lelke vezérli a gondolatot, hiszen szeretne megmosattatni. Én nem mondom azt, hogy minden ember, aki homoszexuális vágyakkal él, az el fog kárhozni, és nem lehet megmosva. Hiszen én is szinte minden nap, bár nem férfi irány, de mondjuk, vagy bárki, aki itt ül férfi, vágyra gerjed nő iránt, aki esetleg nem a felesége. És mégsem mondom azt, hogy mindenki, aki kívánsággal tekint, az azonnal el fog kárhozni. Hát itt a fontos az, hogy lehet melegként kereszténynek lenni, de csak úgy, hogyha felismerem, hogy én meleg vagyok, hogy ez Isten teremtett rendjével ellentétes, és nem élek ebben, és nem ez lesz az én identitásom. Tehát nem meleg keresztény leszek, hanem keresztény, aki ugyanúgy megkísért a kísértő. És akkor ez azt jelenti, hogy ezt felismerem és így élek, hogy megmosattatta. Nagyon érdekes kérdés. Kicsit hosszabb, úgyhogy figyeljünk. Érdemben a kérdező. Sokszor hallani, hogy egy keresztény lehet homoszexuális hajlamokkal bíró, de ha megírja a homoszexualitást, akkor már nem keresztény. Ha megkérdezünk valakit, hogy egy keresztény lehet-e pornófüggő, helyesül a válasz. Sajnos igen, de küzdenie kell ellene. Tehát nem csak késztetést érez rá, hogy pornót nézel, hanem, ha úgy tetszik, megéri. Rám mégis azt mondjuk, attól még lehet keresztény. De ugyanezt a hazugsággal, büszkeséggel is behelyettesíthetjük, mi hát a különbség? Kérdezem ezt úgy, hogy Gergelyel teljesen egyetértek. Én neki még emésztem a kérdést, mert kicsit hosszú, Igen, kicsit hosszú, akkor, és megpróbálok így átvalni rajta, és hát ha Istvánnak valami közben beugrik. Szóval én nem mondanám azt, hogy Pál apostol sem mondja, meg senki sem mondja azt, Jézus sem mondja azt, hogy ha megéri valaki a homoszexualitását, akkor már nem keresztény, akkor, hogyha tudja azt, hogy amit tett, az bűn. Tehát mindenki elbukik, napról napra elbukunk, követünk el bűnöket, de hogyha ez az identitásom már válik, hogy én keresztény vagyok homoszexuális hajlamokkal, és úgy élem meg, hogy én ezt nem tekintem bűnnek, Isten akaratával ellentétesnek, akkor ugyanúgy nem vagyok keresztény, mint ahogy nem vagyok keresztény akkor, amikor azt mondom, hogy én pornófüggő vagyok, és én csinálom ezt, és én nem tartom ezt botránynak, és nem csak kísértést érzek ez iránt, hanem nekem ez tetszik megélni. Aki ezt mondja,
az nem keresztény ember. Tehát nem tudom, hogy ki mondta erre, hogy keresztény, és ki mondta a homoszexuális, hogy nem keresztény. Mindannyian elbukunk, és mindannyian küzdünk. És ugyanúgy a hazugsággal, a büszkeséggel, mindennel, ezért is igyekeztem rámutatni arra, hogy nem csak a homoszexualitásról van szó, hanem minden egyes ilyen bűnről, és semmi különbség nincs e között. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Igen, közben gondolkoztam, igen. Nekem az az érzésem, hogy kicsit, ha az emberiség történelmét nézzük, akkor nem minden világégés, meg tragédia a tisztaságból, meg a tisztaság mániából lett. Hogy tisztát akarunk lenni valamitől, mindenre meg akarunk tisztítani magunkat valamitől. Meg kell tisztítani a világot a zsidóktól, mit tudom én. Önmagamat meg akarom tisztítani, és akkor vagy az lesz, hogy elhiszem, hogy sikerült, vagy az lesz, hogy életemig így örlődök. Tehát ez a bűnös voltam, és most megtértem, és már nem vagyok bűnös, ez nekem nem annyira nem annyira működik. De hova tovább, még én a Jézus tanítványainál sem látom ezt annyira. Tehát megmaradtak ők gyarló embereknek, és nem arról szólt a történet, hogy állandóan van egy ilyen vonatkozatás pont, hogy mindig vissza kell térnie, és akkor ezt nem szabad, azt nem szabad, főleg a szex, mert az a körülforog minden, Úristen. És van erre hoztam fel a sötét szemüves táborokat példának, hogy az nem probléma, valaki tömeggyilkos lesz, meg lehet ünnepelni a saját hazájában, még tüntetnek is mellette, de ha valaki Úristen magához nyúlt, Tóth Tihamér könyvét ajánlom mindenki. Tehát ez tényleg az már ennek a végkifejlete, tehát nem tudom, katolikus nemzedéket nevelkedtek rajta. Ugye a szexualitás mitől lett ennyire központi, fontosságú bűn és mocsok, azt nem tudom. Tehát valahogy ez ezen csak tök remény. Következő kérdező, és nagy kérdező. Ha a homoszexualitás normális és tömegessé válik, ki fog halni az emberiség? És akkor folytatódik a kérdés, hogyan születtek volna meg a homoszexuálisok, ha a szüleik is homoszexuálisok lettek volna? És homoszexuális emberek vannak gyerekeik. Sőt, akiket ismerek, azok közül majdnem mindenkinek. Tehát ez nem jelent az, hogy nem tudja gyerekeket. Ez egy emberről van szó. Most a kérdés azt implikálja, mintha legalábbis az valami fertőző rogály lenne, hogy ha úgymond most nem küzdünk az ellen, hogy a homoszexuálisok továbbra is rejtőzködjenek, és ne legyen legalábbis felé valamiféle elfogadó társadalmi konszenzus, akkor ez fertőzni fog, és akkor előbb tudom mindenki homoszexuális, tehát ki fog hallni az emberiség. Mondjuk egy ilyen emberiségre lehet rá is férne, most egy ilyen cínikus gondolatról. Tehát, szóval én azt gondolom, hogy statisztikailag tudomásom szerint minden 20. embert érint ez a kérdés. 10 millió magyarul ez 20.000. Iskolai osztályonként általánosan egy. Tehát szerintem foglalkozik a kérdéssel, és nem biztos, hogy csak az abban a formában, hogy bűn. Következő kérdező, Nagy Gergelyt kérdezi, vagy hát inkább őt neki szól. Becsapva érzem magam, mert Nagy Gergely részéről egy agresszív, párbeszédképtelen, fundamentális evangelizációt hallottam, amelyekben bátran állítja, hogy kíváncsi rá, de semmilyen ellenérvnek nincs helye, pedig egy vitaes argumentációját. De hát kértem Tamás, hogy olvassa fel ezt a kérdést, több ok miatt is. Az első az, hogy remélem, hogy István nem ért egyet ezzel a felvetéssel, hiszen igyekeztem reagálni az ő érveire, és mindig örültem, hogyha elhangzott egy. És mindig örülök egy jó vitának, és amikor érveket ütköztetünk, hogy nálam hogy nincsenek helye az ellenérveknek, azt meg lehet nézni pár oldalban, csak a legfontosabb ellenérveket gyűjtöttem ki a vita előtt, a homoszexuális
életvitelt pártoló emberek, teológusok részéről, és igyekeztem mindegyikre válaszolni. Tehát nálam vannak, van az érdeknek helye, de az remélem, hogy nem probléma, hogyha ezekre az érvekre vannak válaszok is. A másik dolog, hogy a kérdés az, amit ha elmegy mindenki, a kérdés, amit magában fel kell tenni, az az, hogy kinek volt következetes ma este mondandója, az érvelése, a logikája, hiszen ez egy teológiai vita est. Ki képviselte következetesen az ő álláspontját? Nem vagyok én bíró, István sem bíró, Tamás sem fog bíráskodni, nincs itt külön egy esküccék, aki majd megítéli, hogy melyikünk volt a jobb. Mindenki hazamegy, és magának kell egyen-egyenként eldöntenie azt, hogy kinek az érvelése tetszett jobban, és ez nem véletlen. Tehát én nem látom ezt így. Igyekeztem az ellenérveket megválaszolni, hogy ezt István mennyire tudja elfogadni, vagy szeretetteljesnek minősíteni, azt pedig hát remélem, hogy igen, mert bennem nem volt semmilyen ártó szándék senki felé. Ja. Nem, hát itt is Gergő felé fogalmazott meg a kritika. Én csak azt mondanám, hogy szerintem ez egy jó este volt, és beszélgettünk el, hogy mit gondolunk, és aztán tényleg azt már, hogy ki hova teszi, az mindenki van. De semmi köszönöm a lehetőség. Következő kérdés nagyon érdekes lesz volna. Itt a kérdező utal arra, mi elhangzott nekünk beszédében, hogy Pál Jézus között visszajövendőjét várta vissza. A kérdés így hangzik, ön ezek szerint Jézus harmadik visszajövetelét várja? Kifejteni, hogy hogyan jött vissza Pál apostol életében az Úr? Igen, nem. Ezt a eszkatológiai nézetet, ugye mondtam, hogy például az eszkatológiában nem feltétlenül van egyetértés, ez nem is baj a keresztények között, ezt preterizmusnak, vagy részleges preterizmusnak, vagy ortodox preterizmusnak hívják. Olyan képviselői vannak, mint például Charles Spurgeon, akit talán sokan ismertek, vagy Arcis Sproul, itt nem arról az, hogy harmadik visszajövetelt várunk, azonban vannak olyan igehelyek a Szentírásban, amik azt mutatják, hogy az emberfia eljövetele valamilyen módon, nem szó szerinti módon, Krisztus után 70-ben megtörtént. Erre csak egy könyvet ajánlanék, Arcis Sproul-tól, az Are These the Last Days, vagy A Last Days According to Jesus, az utolsó napok Jézus szerint, illetve az interneten néhány magyarul elérhető írás meglátta erről, annyit szeretném csak kiemelni, hogy ez teljesen ortodox, tehát kereszténységbe illő nézet, és semmi olyat nem tartalmaz, ami elmondanak bármilyen hitvallással, akár legyen az ökumenikus hitvallás, vagy akár legyen az protestáns hitvallás. Következő kérdező Bartol is van, kérdezi. Arra hivatkozott, hogy már az Ószövetségben élő emberek felülírták Isten parancsait, törvényeit, ezért nem lehetett olyan fontos a homoszexualitás tiltása. Ezek szerint a gyilkosság is elfogadható, hisz azt is felülírták, öltek emberek embereket. Köszönöm a választ. Köszönöm a kérdést, igen. Ezt megint már gondolkodok valamit elmondom, hogy én semmiképpen nem tudom, hogy valami nem mindenkit a gyilkosságot, a homoszexualitással. Tehát az, hogy valaki azzal a hajlamban születik, hogy a saját nevéhez mozódik, ezt mondjuk egy lapon nem mindegy azzal, hogy egyik ember a másik életére tör, ez ennyi szóval is egy kicsit csikorog. Tehát, és még azt szeretném azért elmondani, mert ugye Gergő is elmondta, hogy ne tévesztjük őt össze azokkal, akik arrogánsak, vagy homofóbok és egyébek. És én is szeretném elmondani, tehát, hogy arról nincsen szó, hogy amikor én most amiket elmondtam, hogy azt mondanám, hogy minden meleg ember nagyon jó fej, és attól lesz valaki jó fejű meleg, és az összes heteró pedig mocskos állatú velem együtt. Hát nem erről van szó. Tehát, hogyha valaki hitványember, az hitványember melegként is, meg heteroszexuálisként is, és hogyha valaki gyilkos, akkor a gyilkos. Még akkor is, hogyha esetleg fekete, afroamerikai. Tehát akkor egy gyilkos a gyilkos. Úgyhogy ezt a fajta bűnt a másik ember életére törni, ezt mondjuk én nem említeni meg napon azzal, hogy valaki a saját nevéhez mondódik.
következő kérdés nagy érvényen szól. A Malakoly és az Arzenopoietész kifejezéseket hangsúlyozta, hogy ő úgy értelmezi, de létezik más fordítási értelmezés is. Ha ez így van, akkor ön a saját igazságát nem tekintheti egyedüli igazságnak. És egy idézettel fejezi a kérdező, a Petőből a lélek megjelenlét. Jó. De először is nincs olyan, hogy két igazság. Tehát nincs olyan, hogy én azt mondom, hogy az Arzenopoietész ezt jelenti, és ez is igaz, meg azt, hogy valaki azt mondja, hogy nem ezt jelenti, hanem mást, és az is igaz. Ezt szeretném leszögezni. Tehát valamelyik a kettő közül egyedüli igazság. A kérdés az mindig az, ahogyan elhangzott a beszédemben is, hogy mi alapján mondjuk azt, hogy ezt jelenti, vagy azt jelenti. Ugye én felvázoltam azt az értelmezést, az Arzenopoietész Septuagintából pálítélőt, a politusiak előtt a Septuaginta feküdt, mint görög nyelv, jó szövetség, a Levitikusból, az Arzenopoietészből és a Poieténből rakta össze Pál apostol ezt a két szót, ami szó szerint azt jelenti, amit férfi férfi a lányban csinál, az bűn. Na most, ez egyfajta magyarázat. Vannak, akik nem így értelmezik, azonban két dolgot figyelembe kell venni mindig. Az egyik az az, hogy a szexuális forradalom idején soha senki nem értelmezte máshogy ezt a szót a teológiában. Tehát konszenzus volt több mint 1900 éven keresztül arra, hogy ez mit jelent. A másik kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy akik azt mondják, hogy nem ezt jelenti, azok miért mondják ezt, hogyan, és mi alapján jutottak el erre a következtetésre, és hogyha mind a kettő megvan, hogy mérlegre tesszük, az egyik oldal érveit és a másik oldal érveit, na akkor kell megvizsgálni, hogy melyik következtetés a legitim, melyik helyes, melyik alapul helyes exegetikai írás, magyarázati hermeneutikai elveken, és nincs két igazság. Tehát én nem azt mondom, hogy itt tévedhetetlenül mondom ki ezt az igazságot, de egyedül igazságnak tartom, nem hangzott el még ért, ami ezt meg tudná cáfolni. Ha egy meleg emberrel találkozunk, hogyan tudassuk vele krisztusi lelkülettel a biblikus álláspontot a homoszexualitással kapcsolatban? Én csak annyit mondanék, hogy egy nevet ajánlanék, Michael Brown. Michael Brown egy amerikai evangelikán teológus, zsidóból lett keresztény, nagyon aranyos, tipikus nagypapa forma, bajuszos emberke, és rengeteget beszélt a homoszexualitás pártolókkal, rengeteget beszélt homoszexuálisokkal, rengeteget vitázott, rengeteg előadást tartott, és számomra ő példa, hogy hogyan kell biblikusan, krisztusi lelkülettel megközelíteni ezt a kérdést. Ajánlom, hogy aki kicsit is tud angolul, az keressen rá Michael Brown a YouTube-on, és hallgassa meg őt. Úgy kell szerintem hozzáállni, ahogy ő hozzáállt. Mondom, tehát igazából a szolgálati időm alatt eddig 25 évvel nem volt rá alkalmam, tehát azt hiszem, hogy talán másfél évvel ezelőtt találkoztam először, és azóta vannak ilyen barátaim, ismerőseim. Én nem szoktam nekik arról beszélni, vagy nem szoktam azt amellett érvelni, de ez kiderül, hogy már, hogy amit csinálnak, az bűn, és ebből vagy történik. Jó, én csak egy mondatot, hogy a zárógeszédem utolsó harmadában egyébként arról beszéltem, hogy hogyan kellene keresztényként hozzáállunk ehhez a kérdésre, úgyhogy ha az a mentek is megfelelnek róla a videó YouTube-ra, akkor hallgassátok vissza, de csak a Michael Brown véleményét is megtek, nem az enyém. Következő kérdező Balta István címezte a kérdését. Egy kicsit erős hangvételű hasonló, mint az előző a fundamentalistázás Gergőnek. Reflektálva a cinikus, még a mi életünkben eljön az Úr kommentjére, ajánlom ezzel olvasni a 2 Péter 3:9-15. Itt csúfolódók támadnak, igen. És azt írja, hogy South Park idézetek helyett. Nem érzi úgy, kedves Balta úr, hogy elvetette a súlyokat a második eljövetel viccelődős említésével? És azt írja, a több biblia kevesebb sorozat. Köszönöm. Hát igen. Majd otthon még egy kis virgácsot is fogok hozzá.
Tényleg mondjuk minden reggel a Bibliával ébredek, mert a szolgálati területemben van egy szeretet otthon, és idős néniknek a lelki gondozásával is foglalkozom, és minden reggel azzal kezdem a jegyezni, hogy nekik áhítatot tartok, és a mutató igéket felolvasom nekik, és arról elmélkedünk, imádkozunk. Tehát elég sokat foglalkozom a Bibliával, és állapok egy négy gyülekezetben prédikálok. Tehát úgy nagyon helyet foglalom az életemben a Biblia, mint a szívben, mint a Southparkot, aztán nagyon régen néztem egyébként. De ez úgy eszembe jutott ez az epizód, és ezt foglalkozom, hogy ezért belefér. Én csak fel szeretném olvasni, nem csak a, tehát az utolsó 14, 15, 16. verset a 2 Péter 3-ból, amire utalt a kérdést feltevő, hogy hangozol el, akár a videó kedvéért is. Azt írja Péter, apostol, ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk türelmét pedig üdvösségnek tartsátok, ahogy a szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is maguk vesztére. A következő kérdés érdekes, mindkét félek szól. Mennyire érzik azt, hogy az álláspont, ami mellett kiállnak, a saját személyiségükből fakad, és tudat alatt ezt igazoló dolgokat keresnek, és találnak is a Bibliában? Én maximálisan. Ezt nem az én tisztem megítélni, hanem annak az embernek, aki előveszi Isten ügyét, és összehasonlítja azzal, amit én mondtam. Isten az életet támogatja a halállal szemben. Hol az élet két férfi vagy két nő kapcsolatában? Mint az abortusz esetében is. Két férfi és két nő kapcsolatában ott az élet. Az abortusznál ott nincs. Egyébként készítettem egy kis videót, hogyha valaki YouTube-on rákeres egy ilyen abortuszról elgondolkodható kis videót. Szerintem találkozunk. Azt még szerintem a fundamentális tanács elfogadnám, hogy az is lehet. Azt még azt mondjuk, hogy álláspontjuk is megfelelő. Hát vannak nekem ilyen vallásos, amit már a második. Következő kérdés. Ha adott, hogy a házasság szentségét férfi és nő között ismerjük el, illetve hogy minden embernek el kell fogadni az Istentől kapott biológiai nemét, tehát hogy férfi és nő, akkor a két nemmel, vagy bizonytalan nemmel született emberek között hogyan képzelhető el házasság? Mi az ő sorsuk? Igen, ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális kisebbséget érint ez a kérdés, de nagyon fontos embereket, akik ugyanúgy Isten szeretetére szorulnak, mint bárki más. A Szentírás alapján azt látjuk, hogy ezek az emberek is élhetnek szent életet, megszentelt Krisztusnak szentelt életet. Még akkor is, hogyha úgy születtek, ahogyan. Mindig a Szentírás kell mércének tekinteni, így a hermafroditák is élhetnek teljes keresztény életet az ő valóságokban, teljes keresztény és szent életet. Csak úgy, mint a homoszexuális, akik homoszexuális vágyat éreznek magukban. Következő kérdés. Köszönöm a köszöntetben. Következő kérdés, majd gyerekeknek a címezve, gondolom, de nem biztos. Ha Isten megtett a melegsége miatt, akkor miért teremtett annak? Remek kérdés. Nagyon jó kérdés egyébként, mert ez általában a kiinduló pont. Engem, amikor megszülettem, amíg meg nem tértem, legalábbis hiszem, hogyha elfogadom azt az emberképet, amit a Szentírás ad elénk, és amit Jézus mondott, engem Isten nem fogadott el.
Én akkor fogadott el Isten, amikor hozzád értem, és megtértem. Na most a meleg keresztényt, vagy a meleg embert csak annyira veti meg Isten, mint amennyire megveti a hazug embert. Mint aki megveti azt, aki megcsalja a feleségét. Tehát itt nem kell olyan nagy dologra, vagy nagy hatalmas különbségre gondolni a kettő között, hiszen Szentírás sem tesz különbséget köztük. Most az, hogy Isten kit, minek teremt, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és valamilyen formában torzult a mi Isten képünk, és nem tökéletesnek születünk. Mindannyian úgy születünk, hogy ott van bennünk a vágy Isten elleni lázadásra, kivétel nélkül heteroszexuálisak is, és homoszexuálisak is. Isten nem ezt akarta, lásd a teremtést, Ádámot és Évát, de az első szüleink sajnos eljátszották ezt a lehetőséget. Azonban az örömhír, és ahonnan én megközelíteném ezt a kérdést, nem úgy közelíteném meg, hogy Isten megvet, hanem hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, aki által az én romlott természetem meggyógyulhat, aki által az én életem új életet kaphat. És nem megvet Isten, hanem szeret Isten, hogyha ezt a legdrágább áldozatot az ő egyszülött fiát adta érte. Ne gondoljuk már azt, hogy Isten engem megvet. Nem megvet, hanem szeret. Csak hinni kell az Úr Jézus Krisztusban. És hogyha hiszünk, akkor megszentelődünk, és megmoshatunk, és megigazítatunk. Szeret és nem megvet. És az utolsó kérdés, mert csak erre van az idő. A rabszolgatartást a Biblia elfogadja és szabályozza, már azonban a kereszténység súlyos bűnnek tekinti. Indokolt lehet párhuzamot látni a rabszolgatartás és a homoszexualitás közt, mint ahol az egyértelmű bibliai útmutatást az emberi kultúra megváltozása felül írta. Ez egy kérdés egyébként. Érdekes felvetés. Tehát részletesebben nem. Jó. Én csak annyit mondanék, hogy a bibliai rabszolgatartás az körülbelül a mai multinacionális cégek versus alkalmazottak, vagy vállalkozások vezetői, cégvezetők versus alkalmazottak kapcsolatnak felel meg, nem? Például a, nem tudom, a kora újkori amerikai rabszolgatartásnak. Ez nagyon fontos tudatosítani, olvassuk el ezeket a szakaszokat. Nem arról van szó, mint amit mi általában rabszolgatartásnak így gondolunk el, hiszen például az is benne van az Ószövetségben, hogy az idézi ebben rabszolgát, hogy tényleg után szabadon kell engedni, hogy milyen jogai vannak neki. Tehát ez a kettő nem ugyanaz. A másik, hogy nem fogadja el a rabszolgát, nem pozitív dologként tekint a rabszolgatartásra a Biblia, mint ami Isten által rendelt rend, hanem hogyha már van, akkor ilyen keretek között szabályozza azt Isten törvénye. És egyébként keresztényként súlyos bűnnek nem azt tekintjük, hogy pontosan ez alapján, az analógia alapján, hogy valaki rabszolgát ad, vagy sem. Mert azt a Biblia is elítéli azt a fajta rabszolgatartást, amit például az Amerikában a feketékkel tettek. Hanem itt a párhuzam, és amit a kereszténység is elítél, azok a bűnök, az a kapzsisság például, ami miatt kihasználják a cégvezetők az alkalmazottaikat. Súlyos bűnnek tekinti már ezt a Biblia is, és súlyos bűnnek tekintjük ma is. Tehát ilyen formában ez semmiképpen nem változott. Továbbá, és azt szeretném szintén nyomatékosítani, hogy Pál apostol a teremtettségre hivatkozik. Az nem változhat meg, nem fogja azt írni a Biblia, nem törjük el a múltat és csináljuk úgy, hogy Isten nem férfit és nőt teremtett, hanem férfit és férfit adott egymás mellé. Tehát itt, ha már a teremtettségre hivatkozik Jézus, a teremtettségre hivatkozik Pál, akkor ez egy örökérvényű igazság kell, hogy legyen, hiszen nem kultúrája, kontextus fogja meghatározni azt, hogy milyen megteremtette Isten az embert. Köszönjük szépen, ez volt az utolsó kérdés, és köszönjük nektek, hogy ilyen sokáig bírtátok és érdekesnek találtátok ezt a vitát, és köszönjük a vitában álló feleknek is.